Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra. Múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri, hello, hát, drága! Jó reggel! Hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Kedden, ugye? Ked van? Ked van. Az ked, aha. Jaj, kasza ked. Kasza ked? Tényleg ked van, ma így van. Hűvös, szeles reggel, igazából elég gundok az időjárás, úgyhogy nem... November nincs benne van. Sok szeretnivaló, tessék? November van. Mm. Igen, ez a klasszik november, ilyen esős, szeles, olyan szakadó esőbe jöttem, hogy tényleg? Aztán, igen, aztán itt a városban elállt kint, ott nálunk nagyon nagy eső volt. Tudod milyen, amikor másnapos hagyja. Tudod milyen, amikor vizionál. Valami volt. Nem, tényleg komoly eső volt kint, aztán ahogy érkeztem befelé, ott már kezdett elmúlni. Mára mondják egyébként, hogy ez lesz a hét legesősebb napja, aztán majd a szerda csütörtök magasságában már kevesebb lesz, de ma sok eső lesz. Országszerte. Nálunk hál' Istennek még nem volt. Tegnap a csatornát takarítottam, mert kicsit tele volt szeméttel, aztán észrevettem, hogy ebben nem sok víz fog lefolyni. Úgyhogy nincs ennek, megfelelően tök jó, mert ilyen elég mélyen gyászkeretesek lettek a körmeim, aminek nagyon örülök, hiszen ma fotózás lesz. Na most nem kezet fotózunk, hanem hát a arcot. Volt már olyan a múltban, hogy egy politikusból készítettek egy hatalmas, nagy, óriás plakátot, aztán elfelejtett előtte kitakarítgatni a körmeit, és hát heteken keresztül azt nézték a kedves választópolgárok, hogy baj van. Hogy ő is csatornát tisztított. Igen, hát vagy földművelés, ja, hát még az lehet. Ha úgy állunk majd, akkor ilyen menőbe állunk, tudod, karba font kézzel, és akkor el nem, én tarkolok, tehát kézzel akarom. Ennek megfelelően két hete nem szörtelenítettem. Az is jó. Úgy tényleg ma van nekünk ez a fotózásunk, ugye? Kasza Tibivel. A Tibi stúdióba. Atyaisten. Most azért jó volt nekünk? Hát jó, hát 9-re ide együtt átvonulunk majd, és... Jó, az persze, ügyesen fotózó, így van. Meg hát nekünk is természetesen, Tibi, jó, csak nekem fél egykor el kell mennem, úgyhogy... Már fél egykor még egy volt. Egyre kell valahol lennem. Jó, akkor úgy csináljuk, akkor egy gyors szexit. Egyébként se szoktunk sokat variálni. Nagyon nem. Egyes arc, kettes arc. Igen. Jó, hármas. Köszönjük, Tibi, szevasz. Sok. De srácok, ez még csak az élességet állítottam. Elég az jó, az majd megfotoshopolok. Igen, tehát olyan nagyon sok dolgunk nem lesz. Egy pár közös kép és kész vagyunk. De nem? Ennyi. Csak azt akarom mondani, hogy megint okosan összebeszéltünk ruhában, csak emlékeztetnélek benneteket a 2 vagy 3 évvel ezelőtti fotózásra, amikor mindhárman nagyon szépen megjelentünk, mindenki hozta a legszebbet, vagy a legjobbat, és semmi köze nem volt a háromnak egymáshoz. Semmi. Ez most is így lesz. Én biztos vagyok benne, én elhoztam természetesen most is a legszebb melegítő felsőm. Igen, látom, ünnepi narancsban vagy. Hoztam egy ilyen kis csomagot, az itinereket megpróbáltam betartani, amit kaptunk ugye a mi kis promóciós osztályunktól, hogy ez legyen, az legyen, amaz legyen, bár hozzáteszem, hogy a szürkének, hogy az irodalomban is tudja, az ember elég sok árnyalata van. Elmondom, gyerekek, én egy darab ruhát nem mondtam. De te mindig szép vagy. Jó, akkor hozzád öltözik. De miért nem úgy vagy, van stylist, és adnak vagy pár ruhát? Van, de azért odaírták, hogy hozzál te is magaddal. Jó, nem láttam az e-mailt se. De csak 3 szettet kellett. Igen. Semmit igen. Nem hoztam. Tehát hozzik el egy fekete felsőt kék farmerrel, meg kettő valamit. Ezt így leírták, hogy fekete felső kék farmer. Aha, egy farmer lehetőleg kéket. Az jó. Abban jöttem. Sötét szürkét. De szürkét nem mondtak. Mit? Szürkét. Felsőt. Fekete felsőt. Fekete vagy szürke felső. Fekete vagy szürke. Na, de várjatok, én azt tudtam, hogy itt lesz egy lány, aki minket öltöztet. Lesz, hát biztos. Ahogy nincs. De nem van. Baj, csak én nem hoztam semmit. Vagy egy lányos fiú. Én eljöttem egy farmerbe, egy tornacipő, meg egy kapucnis felső. De szerintem nagyon menő vagy így. Hát akkor gyerekek ez. Decens vagy ma is. Akkor ez lesz. Ennyi, meg vagy. Ti mindig változtatjátok a szettet, én mindig ugyanabban. Mindig ugyanabban, hol fölveszem a kapucnit, hol leveszem a kapucnit. Figyelj, én el sem olvastam az e-mailt, és nem is láttam ezt az e-mailt, úgyhogy ez hova ment? A központi e-mail címre? Vagy igen, gondolom, aztán nem is nézed. Én a központi nem vagyok rajta. Nem a személyese jött? Központira? Nincs átirányítva a központira, a személyesedre? Nem tudtam, hogy van központi. Akkor nagyon jó, így gyakorlatilag tök egyszerű a dolog. Na, mire valaki mutasson már majd egy e-mailt. Én abban a megnyugodott hitben jöttem ma el, hogy úgyis lesz egy lány, aki elvállalta és majd hozott a 2-3 ruhát. Fölkapjuk, belebújunk, Tibi csinál 2 fotót, nekem fél egy kuki kell lőnöm. Úgy mondjátok már meg, milyen e-mail címre ment. Hát már ebben a pillanatban mondom is neked. Na. Hát azt mondja, hogy hát igen, a központira. Az melyik? Aha. Az van egy ilyen, hogy sebestyénkukac@klassfm.hu. Erre nyugodtan láttam. Küldjön mindenki e-mailt Balázs számára, soha nem olvassa. Nem, sebestyénkukac@klassfm.hu. Szerintem a kódodat se tudod hozzá. Aha. Ilyen van, ahhoz van kód? Aha, persze. Új, de jó. Ne csináljátok, hát itt ez ilyen dolgok mennek itt a cégnél, hogy
Én a büdös életben fel sem léptem erre a központi e-mail címre. Én nem szeretem ezeket a kör-e-maileket, jópofáskodásokat, de aztán úgy látszik, hogy itt mennek fontos dolgok. Igen, csak mondom akkor, hogy szerdán úgy készül, hogy akkor viszont ünneplés van, tehát 10 után itt kell maradjunk. Na látod, azt olvastam. Aha. Mert az viszont nekem a K-betűsemre jött, és azt én megkaptam. És jövök is, hozom a kis műanyagporramat. Hát figyelj, környezettudatos a csapat, nem úgy van. Azt olvastam, hogy kocintunk, és ünnepi beszédet kell. Ja, az ma lesz. Feri. Nem, az holnap. Ja, holnap bármikor. Lesz a nagy ünnepség. Igen, holnap lesz. Nagy. De az hogy van az, hogy egy-egy e-mail a központira jön, egy-egy meg a személyes? Ez mitől függ? Aki küldi, attól szerintem. Központban ül Aranka, és azt mondja, ez menjen a személyes, ez menjen a központira? Igen, ez fontos, aha. nem fontos. Jó, fontos. De nyugtassatok meg, nem voltatok eminensek, nem hoztatok több szett ruhát. Dehogy nem. Rohadt stérébe. Annyit nem, amennyit kértek. Én hoztam. Két meg egy fekete felső. Volt olyan, hogy akkor hazamegyek. Póló, ink, stb. Én a stb. Mellett döntöttem. Remek ötlet, ha hazamegyek. Hazamegyek cuccért. Aha, jó, és akkor ahogy hazajöttem, akkor indulhatsz. Így is elég zavaros a tekinteted, most még hazamész cuccért. most nincs szükségem cuccra. Nem, hazamegyek, hát akkor 9-kor már jön Tibi, és akkor hazamegyek cuccért. Nem lóghatok ki, hát ott fogtok majd feszíteni mindenféle kaszucsi zakókba, és akkor én meg állok, hogy így a márványmosott kis kapucnis fölsőbe. Hát, hogy milyen világ lesz ez? Hogy fog kinézni? Nem tudsz beküldetni? Gumiszandálom mellett. Á, nem jó ez egyébként. Jó lesz, ez nincsen ezzel. Csinos vagy. Ez alatt a felső alatt van póló? Nincs. Jól látom? Semmi. Jól látom, hogy nem látom. Csak szerintem a gyönyörű test. Szerintem a kocsimba találok egy-két dolgot. Még biztos, azt tudom a kislánynak, hogy vasalják ki, és akkor meg vagyunk. Valami rejtett kabát biztos van a gyerekem. 2-3 évvel ezelőtt egy divatnak megfelelően úgyis előre mutató leszel. Bármit veszel fel. Na igen, elfelejtettem ezt a dolgot. Na mindegy. Saját kocsiddal jöttél, vagy a Vikivel? Nem, képzeljétek el, hogy tegnap éjszaka kijöttek szerelők. Aha. Este 8-tól 10-ig szereltük az autót. Van benne egy bizonyos riasztó típus, amit nem lehet csak úgy kinyitni, és ennek a riasztó típusnak a főszaki, aki jött egyébként, akik berakták az autóba. Nem, de várjál, miért nálatok szeretik? Már tréleres is mondta, hogy na jó, most már én többet nem megyek ki odaba. Hát azért, mert nem lehet trélerre rakni, mert garázsba áll a kocsi. Tehát nem lehet trélerre rakni, mert nem lehet kihúzni hátulról, mert ugye az nem annyira tesz jót, se felemelni nem lehet, mert akkor meg neki megy a garázstetőnek. Tehát a kocsi nem mozdulhatott el a garázsból. Tehát vagy ott kinyitod, bejutsz és föltöltöd az aksit, és találtunk egy áramkiállást, az anyós ülés alatti boxot le kellett szedni, és egy csavarhúzóra tettünk 220-at, és a csavarhúzót beraktuk egy ilyen kombinált fogó, és azt rácsiptettük így egy áramkiállásra. Igen, mondjuk ketten oda vannak a buli miatt, de... Igen. Három embert megrázott az ipari áram. De egy zaporos ecmény, szerintem ez így alap lenne, de vagy a te autónál is az ilyen. Az a zaporos ecmény, hogy fogsz egy csavarhúzót, ráütsz egy nagyot, kinyitod a csomagtartót, vagy a motorháztetőt. És már töltöd is. Spikpak. Most annyi van, hogy nem tudtam visszacsukni a motorháztetőt, tehát olyan motorháztetővel jöttem, most mindig amikor gáztattam, akkor kicsit megemelkedett a motorháztető, és arra fel voltam készülve, hogy letekerjem az ablakot, és esetleg fölcsapódik a motorháztető, de észfentúra, hogy kinézek, és úgy jöjjek. De nem tudom, miért nem lehet most lecsukni a motorháztetőt. Nem lehet, hogy benn van az egyik szerelő még mindig. Hát egy simán lehet, hogy a kisebbik még ott van. És másfél vagy két órát töltöttük az aksit. Rendes, klasszik, ilyen kis időszak jutott eszembe. Aksi töltő feszültséget kapott 220, 32 amper óra, vagy mit tudom én mennyi, és ma reggel 5-re beindult a kocsi. Most nem lehet lecsukni a motorháztetőt. Na, hát jó, de... És hogy jutottatok be az utastérbe, ha nincs? Az utastér, úgy jutottunk be az utastérbe, hogy az utastér nyitva volt. Tehát azt nem zártam be, az volt a mázli, hogy ez valamilyen ösztönös cselekedet miatt nem zártam be az utasteret. Viszont a csomagtartót, ahol ennek az aksia van, azt már nem tudtuk kinyitni, mert az elektromos. Én az utastérből bevásztam a csomagtérbe, és egy kis iPhone-nak a kamerájával világítottam, hogy van-e valami mechanikus vésznyitója a csomagtartónak. De nem volt. De nem volt. Nekem ez nagyon tetszik, ez a módszer, ez az úgynevezett B-variáció mindenből. Van egy hivatalos, egy ajánlott, és van egy, ami nem annyira, de célra vezető. De működik. Hogy jussunk be a kocsi térbe? Mindjárt megoldom, Balázs, körül megy a szerelő, köhint egyet, és egy ilyen klinker téglával. Már benn vagyok. Na mindegy, úgyhogy hát gyerekek, ez volt. Na. Úgyhogy 11 óráig töltöttük az aksit. És de fölvitted magadhoz, mert régen ugye, amikor még az ember paneázba lakott a harmadikon, akkor kispoláknak kivette, és fölvitted. Fölügettél vele, és otthon most pontosabban ugye csak magát az autót töltöttük egy áramkiállásnál, és aztán bejutottunk a motorházba, és a motorházban vannak ugye bika pontok, bika kiállások. Azt úgy hívják, hogy ugye, ha neked nincs meg az aksi, de a motorházat ki tudod nyitni, akkor van egy pozitív, meg egy negatív kiállásod a motortérben, elvileg minden autóban, vagy sok autóban. És megtaláltuk a pozitív-negatív kiállást.
rácsatlakoztattuk a töltőt, és azon keresztül hátul töltöttük, vagy hát elől töltöttük a hátsó aksit. Ezzel szakköröztem még. 11 kommentekkel? A kis cimboráim. Úgyhogy, de közben megmutattam nekik a búvárlámpámat. Tök jó. Legalább van esti programod. Na most unatkoztál van a gyerekkel. Gyerek ott nézte, hogy mit szerelünk. Unatkozunk minden este a japán autóval. Úgyhogy most jó az aksi. Soha sincs semmi baj. A fene egyenek. Jó az aksi. Minden jó. Csak a motorháztető nincs lecsukva. Most a motorháztetőt valami nem de lehet. De oda az első kattig becsukódott, mert ott van egy biztonsági az van, rajta. Az van. Tehát az nem első... az, hogy néha így fölcsapódik viccesen. Nem. Az első kattig becsukódott, a második kattat annyira nem szereti. Aha. Nem tudom miért. Lehet, az hogy elektromos. Nincs elektromos lecsukója a motorház, hogy belülről gombbal csukható. Az nincs neki. Az nincs. Nem, majd azt fogom csinálni, hogy fölemelem, és jó magasról lecsukom, csak tegnap már aludt a gyerek, mikor végeztünk. Jó magasról. Aztán az lesz, hogy ráülök, ráfekszem, és aztán rádobok egy téglát. Jó, kimegyünk, én ráülök, a Jani ugrál rajta, meg tudjuk csinálni. Gumipók. A gumipók mindenen segít. Szerintem gumipókozod az alváshoz. A két kerékjárati ívbe pont be tudod akasztani, hogy hívják ott a póknak a végét. Igen. Tehát oda mész a bal hát kerék. Hát akkor gumipókozom. Azt szerintem teljesen jó. Vagy kell egy kalapács, egy ilyen masszívabb csavarhúzó, átütöd vele a motorháztetőt elől az emblémánál, arra ráakasztod a gumipókot, és akkor alul na, az alváshoz. Jó, ez az igazi. Hát ez lesz, gyerekek, valamit csinálni kell. Tehát ha nem tudom lecsukni, akkor valamit csinálni kell. De ez már, az majd még van egy egész nap. Hát ne, most egyszerre lecsukod, és aztán véget ér a kaland. Ez egy tök jó esti program. Tegnap föltöltöd, ma lecsukod. Úgyhogy ez volt. Aztán épp, hogy csak ide értem. Mi újság veletek? Hát mi már szervezzük otthon nagy erőkkel a hétvégi, egészen pontosan péntek ilyen kis mozizásunkat, amiben reméljük 5-6 Walking Dead bele fog férni. Úgyhogy ez jó lesz, erre vagyunk most rettenetesen. Rágerjedve a barátokkal. Persze, hát én nem néztem meg otthon egy darabot se. Hát, bocsáss meg. Állítólag az a legjobb. A legjobb az összes évad közül. Ahogy az ötödik? Igen, azt mondják, hogy mindent visz. Iszonyatosan hengerel. Láttam egy részt, elkezdtem nézni. Láttam egy részt belőlem. Olyan kis, egyelőre jól indul. A negyedik az elég lassúcska. Ott csak úgy jönnek-mennek. A negyedik rész. Jönnek, negyedik évad, vagy évad. Aha. Az évad, a negyedik évad egy picit lassú, de aztán jó lesz. Tegnap én is voltam moziban, gyerekek. Megnéztem. Na, meg mit néztél? Ezt a David Fincher filmet néztem. Na, és már. Milyen volt? Egész jó. Egész jó. Van a Finchernek jobb filmje, de egyébként végig egészen izgalmas. Na, mindenki úgy várta, mint az új 2001 gyűrűd a szíját. Ahhoz képest? Nem egy korszakalkotó? Hát korszakalkotónak semmiféleképpen nem korszakalkotó, egy párkapcsolat is nem ölte meg. De majmok az elején dobáloznak csontokkal jó zenére? Itt egerek dobáloznak. Itt egerek dobáloznak, és patkányok gumicsizmában táncolnak. Az egy nagyon jó rész egyébként benne, amikor patkányok táncolnak. Figyelj, 2,5 óra, tehát megszenveded azért, de olyan moziban voltunk, nem is tudtam, hogy van ilyen mozi, ahol a hátsó sorban ilyen dupla ülések vannak. Azt már régi, most tudod mi az új? Az ágy. Ágyas mozi. Mikor indított már? Nem még, most csinálják, mert nagyon várom már, mert elmész ki, asszod magad legalább, ha rossz a film. És ott az lesz, de ez a régi, ez a dupla székes, az most már évek óta van, mi is voltunk egyszer még a BK-val, amikor elfújta a szél verzióját. Igen, megnéztetek a filmmúzeumban. Igen, a filmmúzeumban. Ben Hurt. Igen, és ott van dupla, és ott óvatosan össze lehet kuncorodni, és hát egyebek is vannak néha állítólag, ezt én csak hallottam. Hát igen. Azt nektek találták. Mert hogy nincs karfa közte, tudod, tehát könnyebben át tudsz. Elmész, mentek? Megnézitek? De most én a dupla székeset mondom, azt próbáltuk ki. Ja. Az ágyasat, azt igen. Persze. Ágyas mozi, ha van ágyas pálinka is, akkor te már megvan. Én már régen kész vagyok. És úgy van megcsinálva, hogy nem látsz le az előző ágyra, vagy az előtted lévő ágyra. Tehát nagyon magas a szint eltolás az ágyak között, és dupla ágyak vannak mindenütt. És hát a mozi sötétjében ott azért biztos lesz az ez nagyon, az. Az nagyon hedonista. De hogy ti nem féltek tőle, hogy bealusztok? De. Én simán bedobnám. Én azért mennék. Most komolyan, bemész, elfekszel, én akkor mindig elalszom. Én ezért például ülve szoktam mindig tévézni, meg filmet nézni, mert ha lefekszek, akkor előbb-utóbb jön az automatizmus, mert a szervezet azt jelzi, hogy inkább aludjál. Igen, meg sötét van a moziban, kicsit valamit még ott elcsemegézel. Az elején ott fekszik mellett a feleséged, és biztos, hogy elalszom. És úgy fogják itt szerintem a film végét jelezni, hogy rettetes ébresztő órával. Igen, ha úgy a film, akkor ott beáll. Én tegnap is elfeküdtem a Fincher film alatt ott a hátsó sorban egy kicsit, aztán a felénél fölébredtem. Az alvos moziba az benne van, hogy bemész. Szerintem 2000 év szunyász egy szunyász. Még bekajálsz. Bekajálsz, kicsit megfáradsz ettől, elkezdesz emészteni, ott duruzsol melletted a nejed.
Mi mondjuk nem beszélgetünk moziba, de... De ez megszokás volt, azt értem, hogy ő már bedobta. Mi mondjuk, mi ritkábban beszélgetünk, mi filmet nézünk, de ritkábban. A duruzsolás volt, ezt értem. Ja, hogy duruzsolva horka, ja, értem. Beszélgetni nem szeretek, mert akkor ránk szólnak. És ez mikor fog megnyílni ez a mozi, vagy mikor? Szerintem egy hónap még, mert most már láttam képet is róla, a lágyok már benn vannak, úgyhogy szerintem hamarosan. De nem, a pontos időt nem tudok, vagy pontos dátumot. És a duplába ültetek hátul? Igen, én nagyon régen voltam ilyen moziban, már is felejtettem. Az egy bevásárlóközpontnak a hátsó sora az ilyen dupla, dupla részes. És ott feküdtem. És a Viki megy elő? Ja, hogy te egyedül ültél. Hátul feküdtem, a Viki megy meg való közép. Csak ugye hát ezek nem szembe vannak a vászonnal, hanem ezek ülése van, aki talán elfekszel, akkor oldalt van a vászon. Aha. Tehát ezek ugye nem, nincsenek még olyan jól kitalálva, viszont ketten voltunk az egész moziba. Úgyhogy... Hát ne tudjátok meg. Ilyen nagy siker a film. Forgalom. Hát figyelj, most már egy hónapja játszák meg délelőtt azért ritkábban. Két idős néni beült. Ők nagyon helyesek voltak elő. Ők üldögéltek, de szerintem ők nem erre az előadásra jöttek, csak már nem mertek kimenni. Nem adok, ha mikor jön a Clark Gable? Én hallottam, hogy ők megkérdeznék valamit, hogy mikor játszák ezt a filmet. És mondom, milyen francia film érdekes, mondom, ezt is lehet, meg kéne nézni, biztos jó. És mondom nekik, hogy hármas terem. Jó. Aha. Megyünk be, hatalmas nácsosszal kezdve, és ott ül a két helyes néni. Hát mondom, hogy valami téves. Vagy mi vagyunk rossz helyen, vagy ők vannak rossz helyen. Lámpa le, filmbe mutató, elindul a David Fincher film. És azt láttam, hogy a végén így fölállunk, és a két néni még mindig így nézi a vászon. Nem akarták elhinni, mi? Szerintem meg eltűnik, hogy még mindig ott ülnek. És azon gondolok, hogy Marika, hát ez a francia rendező, hát ez hogy megváltozott? Nem ember lett volna a hagymát, hagymával lesz. Micsoda paráznaság történik. Szegényként őket valószínűleg rossz helyre küldték. Mert hogy én álltam a jegypénztárnál, és ott az egyik néni egy francia filmet kérdezett meg, hogy azt hol játsszák. Hát lehet, hogy azért... Hármas terem fönn az emeleten. Szóval mi jegyünk is oda szól, hát mondom, akkor mindegy, menjünk, aztán majd meglátjuk. De két néni még most szorítja egymás kezét, hogy ki volt a gyilkos. Igen. Mi ez a fertő, amit ők megnéztek, és hogy lehetett ennyi vér a konyhában? Szegénykék, ha ők egy ártatlan francia filmre ültek be, akkor... Hát, ha ártatlanra. De lehet, hogy azért kérdezte, hogy hogy játsszák a francia filmet. Zsötemtet. Zsötemtet, hogy akkor oda ne üljenek be. Érted? Ja, hogy azt elkerüljék. Aha, igen. Aha. Nekem úgy tűnt, mintha határozottan arra akarnának beülni. Szegények, de nem mentem oda tudakozódni, hogy esetleg segíthetek-e valamiben, vagy rossz helyen vannak-e. Úgyhogy, na mindegy, ez volt. Jó, van, hogy állunk játékkal? Hát nem, elég jó. Na most akkor ezzel összezavartuk. Hát figyelj, hát igen, mert hogy spanol minket az, hogy hátrányban vagyunk, úgy értem. Ja, úgy igen. Persze nem kényelmesedünk el a hét elején, mert hogy a tegnapit ezt bebuktuk. Azt nagyon. Mentél azt nagyon vissza csinyom. A tyúkolba. Tehát már ott álltál a szamár mellett, úgy jöttetek haza, ugye a múlt hét az gyönyörű volt, 3-0-ra megnyertük a három napot, az Afrika-Magyarország összesítésben 4-2-re nyertünk, előre jöttél, ott álltál, így megpuszíltad a szamarat, majd visszasírtál. Aztán szépen visszamentem. Jól van, hát akkor nézzük meg, hogy ki az, aki szeretne jelentkezni játékra. Jó, kérdezi valaki, mi volt a film címe? Ez a Finchernek az a Gun Girl, nem tudom milyen magyar cím, ez a Holtodiglan talán az a címe. A Gun Girl, így folytatották, Holtodiglan? Igen. Aha. Igen. Egyszer ezt is megértem. Igen, ez az elment lány, ugye? Aha. Hát ez ilyen, az elment lány. Aha, jó, az se jó. Az se túlságosan. De azért biztos van egy középút. Igen. A Holtodiglan és az elment lány között. De egyébként érdekes a film. Mi van a Csillagok közöttel, Balázs? Kérdezi Rigó úr. Ez a Christopher Nolannek az új filmje? Ne nézz rám. A mozi, ne nézz rám. Ez a Interstellar, nem? Vagy valami ilyesmi. Na hát azt még nem láttam, hát ennyi idő még nem volt. Azt játsszák még? Szerintem már. Nem? Azt mondja, nézem. Na igen, játsszák. Mozi programban. Hát, az lesz a következő. Nagyon sok, van most egy új Keanu Reeves film. Van egy... Ami állítólag egy nagy comeback Keanu részéről. Igen? Állítólag iszonyatosan jó akciófilmet csinált. Nagyon szurkolok neki egy kicsit már. Egy... A szomorú arcú fiú? Igen, a szomorú arcú fiú. Akiről egyébként konkrétan már játékbabát, ilyen plastik figurát is megformáltak, tehát lehet kapni szomorú Keanu Reeves bábút. De mert vidám, nem vagyok tudom az asztalnak csinálni. A szélére, és így hogy hívják, egy kicsit megrogy, vagy ránézel, és te is depressziós lesz. Kong, hát te olyan a csávó, tehát ezt láttad hát már olyan azért volt, igen, az élet azért egyfelől azért igaz, kényeztete, másfelől meg viszont azért adott neki rendesen, vagy vett el tőle rendesen. Ja, mondom, szomorú Keanu Reeves bábú. Az menő. Az menő.
és vidám, nincs is csak szomorú. Ő így brand, hogy mindig egyébként szomorú. Igen. De rólunk is lehetne egyébként. Lenne Csinos Balázs, Proli Jani, hogy hívják. Itt a Feri, tudom, ez ön persze. Ne, de hogy is. Főzős Feri. Hogy és miért mondod ezt? Dehogy nem, ezt akartam mondani. Főzős Feri. Nem, limitált például, hogy Józan Feri. Azt a drágább. De az csak nagyon kevés. Igen. Na jó, lehet jelentkezni játékra, valaki szeretné játszani, jó? Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 51 perccel, jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri! Hello. Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, kezdjük a reggelt, a kedreggelt, hát sőt, mi több már ugye 6 óra után el is kezdtük. Jaj. De most folytatjuk, ha lehet így mondani. Pakson a 6-os úton mérnek, méghozzá Kobra 11, üdv Attila. 10-es út Vörösvártól áll Budapest felé Domi. Domi, köszi, hogy elküldted az SMS-t. Nagyon fontos, hogy 10 óra után már nem foglalkozunk a témával. A 7 óra után rákérdezünk, hogy hogy áll a 10-es út. Jó? Ez az egyik hát neuralgikus pontja Magyarország közlekedésének, csomópontjainak, gócpontjainak. Úgyhogy 7 óra után hívjuk az illetékeseket és rákérdezünk. Ígértük, hogy tulajdonképpen az építkezés lüktető erén tartjuk a kezünket, ugye? Igen. És folyamatosan közvetítünk, illetve folyamatosan tudósítunk, és mondjuk a mi hallgatóinknak, hogy egyrészt mutatva együttérzésünket, hogy hogy áll a 10-es út, másrészt ugye ígértük is, nagyon fontos, úgyhogy 7 óra után illetékes emberünk elmondja, hogy zajlik-e ott valami. Ha igen, kérünk bizonyítékokat, fotozza le a markolót, álljon oda, dudáljon. Légkalapács hangot mutasson nekünk, és mondja el, hogy mi helyzet a 10-es úton. Minden érintett nagyon-nagyon figyeljen, és hogyha teheti, akkor csöngessen át a szomszédba is. Jó, hogy hallgassanak minket. Így van. 7 óra után tehát egy röpke kis kitekintés a 10-es útra. Most viszont játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Na. Itten vagy te játékos? Nem, nincsen itten. Na mi van, Anna? Mi vagyunk itten. Nem veszi föl. Egyszer beszélt vele az Anna, és aztán most meg nem veszi. Hát ennyien már velünk ért senki. Mert csak azért sem, mert van egy csomó jelentkező, érted? Tehát, hogy akkor meg minek jelentkezel. Az idő meg megy, hírek gyűlnek, Ákos jön vissza. Játszunk Ákossal. Jó, minden ilyen esetben milyen kapott, csak mondom. Ha nem áll ki a játékos, hát Gyokó is behúzta, érted, a VB-t. Federer nem áll ki, sérült volt, Davis kupa van. Így van, lesérült közben a mi játékosunk is, akkor nincsen. Átutalták neki a laza 1 millió eurót. Persze. Jó, az nem. Az a győzelem? Hát az ATP VB-re az kb. 801 millió. Igen. Az még neki is lóvé. 250 millió forint, igen, körülbelül az. Jó, mondjuk egyedül van a világban, tehát ő tudja, érted, most ezt ő tudja. Ezt most ő tudja. Így van, igen. De a második is elég sok pénzt kap. Haló, jó reggel! Anna, tényleg nagyon jó van a komolyan. Hát milyen finoman kérdezem, hogy halló, jó reggel? De nem hittem volna benne, hogy itt lesz, és nem is lett. De nem azt mondtam, hogy hello, jó reggelt, itt van a játékosunk, hanem ilyen halló, jó reggelt. Mert tudtam, volt valami. Hát ha oda akarjátok adni azt a pontot, mi elfogadjunk. Addig egy-két SMS. Balázs, még mindig nem akarsz beszélni a Puzsérról? Kérdezi valaki. Miért kellene? Mondott valamit, megemlített minket, reflektálunk kéne valamit. Ha küldjetek, akkor linkeket, gyerekek, hát minden mi se látunk. Ha valaki minket megemlít, ahogy mi is megemlítünk sok közszereplőt, beszélünk műsorokról, műsorvezetőkről, ahogy látom ez. Mi volt már megint a média szégyenének nevezett minket, vagy... Az simán benne van, de simán, én mondjuk írom az osztást, csak mondjátok, hogy miért kellene, hogy mi történt, mit hallottatok. Jó, ezeket nyugodtan küldjetek SMS-ben. Hogy megbetegedett, akkor jobbulást. Ha van ok, akkor természetesen beszélünk róla. Itt van a játékos? Elméletileg. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Na, hát ennyit nem üldöztünk még senkit. A Kennedy gyilkosság után nem nyomoztak ennyit, mint ahogy utána nyomoztunk. Jó reggelt, Balázs, Feri, Jani. Hello, Bello. Hello, Krisz. Krisz, hova tűntél, vagy mi történt? A térerő szerintem. Térerő. Állítással foglalkozom, és jelenleg nagyon messze vagyok. Na, merre? Merre vagy? Enőd. Enőd? Enőd. Ennel. Emőd. Emőd. Igen, az ismerős, így van. Az nagyon ismerős. Igen. Jól van. Kivel szeretné játszani? Hát, Bozsi, legyél be. Miért nem hagytok már engem békén? Hát nincs elég bajom. Van, neked van, csak szeretnek, és azt akarják, hogy lovagolj, hogy te vágtass a végtelen pusztaságban. Nem tudok eljutni a lóhoz, nem láttam az istálót hónapok óta. Mi van még a szemétdombon túl, ha kiüldöznek a pitvarból, és utcára kerülök? Mi van még?
Hova léphetek vissza? Hát elméletileg Szamár, de az a baj, hogy arrébb költöztették a csacsit. Hát a Szamár, de nem előre, ha a szemétdombról most megint kikapok, akkor hova megyek? Pöcegödör, jó? A pöcegödör szélére. Mert most egy tyúkolba borzolod a tollaidat. Okay. Tehát ha most kikapok pöcegödör széle, ha megint, akkor belelökhetnek a pöcegödörbe. Jó. És ott fogok lubickolni addig, amíg nem nyer. Már az ájáig ér. De nem át tényleg egy napot, hadd bihenjek, jó? Szóval akkor szemétdomb, vagy szamáristálló, vagy vissza a pöcegödör mellé. Ez a tét. Kecsegtető kilátások. Hol van már az, amikor kilovagoltunk, nem? Oh, és vidáman vágtattunk a sztyeppéken. Amikor egyedül vágtattál a mezőn. A szél belekapott a hajadba és a ló sörényébe. Igen. Fantasztikus volt. Nyeremélkül. Egy emlék. Szőrén megülve a lovat, igen. Na jó, kezdjük el, aztán meglátjuk. Nagyon fogok küzdeni. Nem hagyom. Nem hagyom ezt a szégyent, ami történik velem. Mehetünk, Krisz? Hogyne, mehetünk. Jani, 3, 2, 1, fejőr. Krisz. Szeretnék, így van. Hogyne. Mit mondtál, mivel foglalkozol? Kevésbé hallottam. Áruszállítás. Áruszállítás, mit szállítasz? Fú, mindenfélét. Hát ez így most átfogalom, de élelmiszertől kezdve, papíroktól át, minden. De ez egy ilyen koránkelős munka, ugye? Hát 3:20-kor. 3:20-kor kezd? Így van. Atya Isten. Család van? Család van? Nincsen. Szeretnél? Jelenleg válófélbe vagyok. Tényleg? Mennyit voltatok együtt? Hú, 3 évet. És hogy elváltok ilyen hamar? Hát lehet, hogy ez a sok munka, nem figyeltem rá, hogy... Megcsináltam! Ott van! Hát, koncentráltam! Olyan voltam, mint régen, éles, penge, visszaláttam, támadtam! Medics, majd mi mondjuk, hagyjad! Olyan volt, mint régen, éles, penge, visszavágott! Visszavágott, támadott! Ejj, gyerekek, a régi éremet idéztem! Új, de nagyon jó voltál egyébként, kedves játékos, tényleg nagyon jó voltál, itt a válásnál nyilván ez ugye érzelmileg érinti az embert, de ezt Balázs megérezte, rámet, megcsavarta a végén. Ne haragudj, nem semmi személyes. Nem, abszolút, tudom, egy válás szörnyű dolog. De muszáj volt rámennem, tudtam, hogy ezzel kibillenthetlek, ha érzelmi húrokat penditek. Így jártam. Krisz, köszi a játékot. Nincs, hogy fiúk. Köszi, szóval csáó. Szép napot, hello. Ja, na, ez megvan. Gyerekek, akkor? Irány az istáló. Szamár? Aha. Ott van már? Vagy most csak ez nem, az út? Nem, még a Szamára, a Szamárnál vagyok, még nem vagyok az istálóban. Aha. Szamára ülhetek majd fel? Jó, de ott állsz mellette. Így jó. Van. Oké. Okay. Ott állsz mellettem, éregeted, stírölgeted, ő is néz téged. Hogy belém rúgjon, vagy elvegye hát a hátán. Így van. Na jó van, 2 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek után, ráfírtatunk arra, hogy áll a 10-es út, és ha minden igaz, akkor 8 óra után egy kicsit utána járunk a magyar labdarúgó válogatott helyzetének, vagyis Dzsudzsák Balázzsal beszélgetünk majd, és rákérdezünk Tárdaira, rákérdezünk a mai meccsre. És azt meg tudja mondani, hogy én miért nem parkolhattam itt ma reggel a meccs miatt? Elmondom, hát este van az de orosz meccs. De is 10-ig nem lehet itt állni. Ki tudja, aztán a bomba van a kocsitba érteni, és az már nem akarsz elmenni. Abban a drágában. Úgyhogy Dzsudzsák Balázzsal is beszélgetünk, de előtte a 10-es útra kérdezünk rá, ezzel jövünk a hírek után. 7 óra múlt, pontosan 12 perccel, jó reggelt kívánom minden drága a Morning Show hallgatónak ezen a kicsit esős, kicsit ködös, szokásos novemberi reggelen, de hát ez a dolga a novembernek, hogy ilyen legyen. Holnap a hét legmelegebb napja, ahogy Ákos is mondta, aztán reménykedjünk benne, hogy előbb-utóbb jön egy kis havazás, egy kis hóesés. Egy jó kis fehér karácsony. Jó kis fehér karácsony, évek óta erről álmodozunk, és nem ez a 10-12 fok latyak, meleg, és egy ónos, köccitálós 8 fok, tudod, ami a legkiábrándítóbb. De se hangulata, se íze, se szaga, semmije. Egész egyszerűen csak így egy ilyen laza szeptember végi, október elejé időjárás karácsonykor. Aztán bedurran a tél majd, mint a január-február környékén. Hogy álltok téli gumival? Jól. Mindenki lecserélve, nem. Felkészülve, nem? Nem. Jövő hét. Micsoda? Jövő hét. Miféle hanyag magatartása? Tartósan 7 fok alatt kell lennie, most nem volt tartósan 7 fok alatt, volt itt ennél azért több is. És egy hajnali túra, amikor Mónika a gyereket iskolába viszi. Gyalog. Ja. Ha hétvégén mentek, és éjszakában nyúló várlátogatáson vagytok, bicikli. És jöttek a... 10 után, 15 hazajövünk. Gyerekek, sem indulunk, 15 jövünk. Úgy kérdeztem, hogy még én se tettem ezt a dolgot meg, de ráhajtok. Először Vikiét, mint jó férj, Vikiét viszem. Azt utálom, mert neki felnit nem cserélnek, ugye, tehát lesz egy bonyolult. Nálam felnit is, úgyhogy... Azt mondják, hogy nálunk úgy van, családit már lecseréltem, hogy az felnim van a téli gumi.
hogy miért nem jó egyfajta csavar, és azon hallgatóikat kérdezem, akik na, ezzel foglalkoznak. Tehát a nyári gumihoz van egy felnink, ahhoz van egy csavarszett. Leszedik, fölteszik a téli gumit, ami ugye egy másik felnin van, alufelnin, vagy igen, alumínium felnin, és másik csavar kell hozzá tesz, érted? Tehát a téli gumid is alufelnin van? Akkor vagy nem alul, az szerintem lemez. Acél, lemez felnin. Így van, igen, lemez. Tehát az alufelnin az inkább nyáron, azt szokták télire levenni, hogy igen, ne menjen tönkre, igen. Ott a pont. Tehát van egy alufelnin, azon igen, van a nyári gumi, lemez felnin van a téli. Fölteszik a lemez felnit, és csavart kell cserélni. És más a csavar? Más a csavar. Aha, ez érdekes, mert például föl szokott menni. Tehát, hogy... Ugye a menet nem változik, hanem állítólag a fej más. De hogy ezt miért, tehát hogy hova teszitek az agyatokat, mielőtt belekötsz, nem az olasz. Nem az olasz. Nem az olasz. Gondolom más a mérete is. Tehát mit tudom, fönn van egy 19-es nyáron és egy 17-es télen, nem? Tehát más a felni mérete is. Ilyeneket már ne kérdezzek? Megfogtál. Hát úgy szokott lenni, hogy mit tudom, fönn van egy 18-as, 19-es nyáron, csak az emberek 17-18-as, mondjuk én 21-ről cserélek. Jó, de... viszont nem megy. Kicsit, tehát, viszont nem megy, igazad van. Viszont a garázsban áll. Viszont tehát, lemerül az akkumulátor. Viszont gyönyörű, nem tudok vele elindulni. Gyönyörű, jó, 21-szolos, csak nem működik. Na mindegy, úgyhogy ezen gondolkoztam, hogy ez miért van, de nálunk ott van egy ilyen csavarszett is, és a gyönyörűt, a kis feketét, azt most viszem a héten. Aminek konkrétan semmi értelme nincs téli gumit tetetni egy ilyen kétüléses kis nyári autóra, de hát az meg nagyképű, hogy most egy harmadik autót azért tartsak, hogy télen legyen mivel járni. Úgyhogy marad ez. Mára a téli. Hát a marad, hogy téli gumit, persze téli gumit teszek. Jó, az a biztosító akkor fizet, ha bármi esetleg ne adj Isten történik, megnézik, hogy van-e téli gumit, ha nincs, igen, meghurcolnak. Tehát, hogyha nem is nagyon mész vele, csak egyszer-kétszer, akkor is föl kell tenni, mert ne adj Isten véletlenül, mint a nyári gumival balesetet okozol, már a kötelezőt se fizeti ki. Még akkor sem, amíg nem te vagy a hibás? Hát nem, hát ha te mondjuk balesetet okozol, belecsúszol valakibe mondjuk hátulról, általában a hátsó hibás, de neked nyári gumid van, aha, és azt a rendőr felveszi az igaz, az eljárásnál, hogy egy nyári gumid van, az akkor a biztosítóan nem dicsér meg téged, akkor nem fizeti ki a másik autókárát, ugye te a sajátodat vagy kaszkó, vagy aha, valahogy fizeted, de a másik autókárát, azt a te biztosítód, a kötelezőt fizeti. Ő vigyáz a másik autóra. És azt nekem ki kell fizetni a biztosítónak? Hát, ha neked, igen, ha vagy a biztosítónak, vagy neki az, aha, ő szerelését, mert ha neked nyári gumid van, és te télen úgy okozol, ne adj Isten balesetet, az a sok biztosító azt mondja erre, hogy hát ez... Az kemény. Ez azon pontok közé tartozik, mint amit te részegen vezetnél, vagy nem tudom, úgy ülnél a volán mögé, hogy amilyen állapotban azt nem teheted, aha, meg, vagy például, ha télen nyári gumival okozol valamit, azt nem szereti a biztosító, arra egyszerűen nem fizet, és azt mondja, hogy hopp, hát ez már nem is. Nem is kell, hogy megtérítsem. Jó, fordítsunk rajta, igen? Mi van akkor? Ha nyáron okozol téli gumival. Nem ennyire. Akkor még te kapsz pénzt. Akkor még utalnak 1 milliót a számlád. 1 millió. Ez nem volt benne. Hogy mi van akkor, ha nem vagyok hibás a balesetben, tehát én jövök például jobbról, nekem nem adják meg a jobbkész szabályt, és úgy szállok bele a nyári gumimmal télen. Tehát te jössz honnan? Én jövök egyenesen. És nekem bal oldalról nem adják meg a jobbost, és beleszállok a csávóba, és kijön a rendőrbe, és azt mondja, hogy ajjajajaj, Rákóczi. Hát jó a kérdés. Nyilván ez egyéni szerződés, de azt hiszem, hogy nem nagyon szeretik. Aha. Tehát még akkor is mondhatják, hogy nem te vagy a hibá, de nem volt fönt a téli gumi. Akkor viszont, hát akkor meg tudunk lépni az alól, hogy fizessünk. Egyébként teszem hozzá joggal, tehát még ha nem is te vagy a hibás, mondhatták volna, hogy ha téli gumi van, akkor te megállsz és észreveszed, hogy neked nem adják. Aha. Ezt nyilván nem. Jó. Nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy rakjuk. Csak az a szerencséd, hogy mondjuk Balázs mögött ősz, akkor a kis lapos autóddal simán átmész alatt. Igen, de ha ő... Én mostanában nem mozgok. Lemerült taxival áldogálok a garázsban, úgyhogy én nem... Gyerekek, egy a biztos, én nem megyek sehova. Csak taxival, vagy Uberrel. Rámegyek újra az Uberre. Tényleg? Én eldöntöttem, most uberezni fogok megint. De ezt már egyszer megpróbáltuk. Igen, csak ez akkor még jó. Nem volt Magyarországon, igen, sem tudtam letölteni az alkalmazást, de most már... Alig várom már. Tegnap leszettem. Jó, és melyik uberes leszel, aki úgy használja, hogy ő közlekedik másokkal? Mind a kettőt kipróbálom. Aha. Mind a kettőre rámegyek. Annyi, hogy kér bankkártya adatot, kicsit bizalmatlan vagyok, egy spanyol hátterű, azt hiszem spanyolok hátterű céget, csak hogy megadni a bankkártyámat. Úgyhogy csináltatok egy külön kártyát, és annak fogom megadni, aha, a számát, és szerintem a hét második felében már tudok uberes tapasztalatokat mondani, most rámegyek. Már van magyar alkalmazás. Ez az megnéztem uberezés, ott neked miért kell a bankkártyát? Te ott pénzt keresel? Hát hogyne? Hát te az Ubernél ugye ugyanúgy fizetsz.
Tehát ott van pénzmozgás, csak nem te fizetsz, hanem hogy tulajdonképpen átutalják neked. Tehát, hogy nincs pénzmozgás te a közted és a sofőr között, hanem kártyáról utalják, és az ő kártyájára utalják. Tehát van pénzmozgás. Jó, álljunk meg. Állj, van egy okos telefonom, Uber van rajta. Beütöm, hogy itt állok az ülői 102-ben, igen, az Uberrel, és el akarok menni a Kassatibihez fotózkodni 10-kor az oktogonra. Akkor mit csinálok? Beütöm, hogy itt állok, srácok, megyek az oktogonra, Uberral megyek, van bankkártyám, be vagyok regisztrálva. Be vagy regisztrálva, te, és kapsz egy ilyen... Uber. Te jössz, Uber barát. De, te vagy az Uber barátom. Uber barátnak jelzi, hogy itt áll a tag, te meg arra még. Összeköti az utazót az utazni vágyóval, és én látom, hogy egy uberező áll. Én kapok egy jelzést, aha, most nyilván nem biztos, hogy egészen pontosan mondom, és én felveszlek téged a Népstadionnál, itt a megállóba áldogálsz egyedül, majd egyébként elviszlek a célállomásra. Hát, jó, te nem veszed. Aha, te vagy az, Feri. Hello, szevasz! Szia, Feri! És ott is hagylak. És ugye pontozod, hogy én milyen sofőr voltam, pontozod az autómat, pontozod a tisztaságot, hogy én utána, mint Uber vezető, felkerüljek egy olyan listáról, megnézheti a többi Uberes, hogy nekem milyen pontjaim vannak. Ez ugyanúgy, amikor mit tudom én, valamelyik online oldalon te veszel valamit, pontozod az eladót, a minőséget, hogy átvágott, nem vágott. És ezeket az autókat utána ugye tudod nézni, hogy milyen a sofőr, hány pontot kapott, tiszta volt, nem volt tiszta. Tehát nem dohányzó, drága bőr gyémántporral, két gyerek szendvics hátul. Így, banánhéj, háromszor robbantunk le. Banánhéj, kiömlött jegestea, igen, nem tudom én, zapkása hátul összekemve kicsit az ülésen. Kicsit ingerült volt, megkérdezte, hogy jól becsuktam-e az ajtót, mert nagyon becsaptam, siettünk, nem örült neki. Jó, és hogy van a pénzmozgás? Én fizetek neked. Tehát te azt mondod, hogy engem 200 forintért viszel el, mondjuk innen, az oktogonig? Levonják a bankkártyáról. Na jó, de hogy van a megállapodás? Te mondod meg, mint sofőr, hogy mennyi? Nem szeretem, ez jó, várjál, de jó kérdés, mert hát ugye itt is azért a távolság vagy kell, hogy megszabja. Aha. És akkor az van, hogy mit jön az okostelefonunk mind a kettőnknek méri a távolságot, hogy mennyit mentünk, mert ezt ugye tudja a teli telefon, és akkor ez alapján azt mondja, hogy ez 200 forint volt, levonja tőle. Inkább ez de jó kérdés, neked. Na ez egy nagyon jó kérdés, szerintem még ez nincsen megszabva, ez a tarifa része a dolognak. Azt lehet tudni, hogy 80%-a megy majd ugye annak, aki az Uberesnek, és 20%-a az Ubernek. Aha. Hát igen, most azt írják egyébként, hogy a taxizása előírt jogszabályi követelményeknek neked, mint Uberes, meg kell felelni. Te csak akkor vihetlek a sárga kocsim? Egyrészt, így van. Igen. És kint van a várakozás 50 forint kilométerenként, 2-10, és... Uberesként használhatod a buszsávot? Mert a taxi használhatja. Na? De jó kérdés. Ugye? Mert akkor rögtön fölmerül, hogy ha neked, mint Uberes meg kell felelned egy taxitársaság elvárásainak, akkor viszont ugyanazt kérem, mint hogyha taxi lennék, tehát tudok menni a buszsávban. Igen, csak hogyha már mondjuk hivatásszerűen Uberezel, akkor már te egy taxis vagy tulajdonképpen, nem? Hát, ilyen tiltott, igen, már nem tiltott, nem. Mert engedik, ugye? Igen, aha, igen. Mutyi taxis. Uber taxis. Amatőr taxis. Igen. Na mindegy, szóval, hogy szerintem jó lesz ez. Én ezt mindenféleképpen kipróbálom. Kíváncsi vagyok, hogy most hányan ubereznek egyébként. Azt tudom, hogy néhányan már használják, és mennek vele. De hogy ezt hányan csinálják pontosan, azt nem tudom. Tegnap töltöttem le, mondom, a magyar alkalmazást újra, és működik. Az azért vicces, hogy magyarul ezt Ubernek hívják. Uber. Igen, a külföldi itt van, most megnyitottam, az Uber és Uber taxi. Így van. Ezek a feltételek, azt hiszem, hogy 21 évesnél idősebb kell, hogy legyek, legfeljebb 10 éves saját autóval, valamint érvényes jogosítvánnyal és biztosítással rendelkezem. Emellett mi is minden jelentkezőt leellenőrzünk, mondja ez az Uber tulajdonosa, aha, és sofőreink egy tréningen is részt vesznek. Hoppá! Mi spanyolba? Hát nem tudok elmenni, csak úgy uberezni. És mi történik egy ilyen tréningen? Gondolom, megtanulod az alkalmazást használni. Na tehát, jó, hogy te jó Uberes legyél. Hát azért nem egy nagy dolog, gondolom, vagy igen. Hát nem, plusz megnézik a dokumentumokat, hogy érvényes egy csomó minden, persze. És akkor van magyarországi vállalata az Ubernek, vagy Ubernak? Mondjuk, a Uber az olyan jó, nem? Jó, az Uber az olyan... Igen, Uber. Az Uber annyira pronyó, tehát Uber. És akkor kimész, ki kell menned spanyolba, ha ez spanyol cég? Van egy madridi utad, ahol leellenőrzik a kocsidat, meg megtanítanak Ubert használni? Hát azt nem tudom. Most nem mindegy, én ezt ma megcsinálom, azt már egyszer megfogadtam, csak akkor nem találtam még a magyar alkalmazást, vagy egészen pontosan nem tudtam letölteni, valahol elakadtam, de most megnézzük, aztán meglátjuk. Állj ki ide a Népszadni, azt várjál. Jó.
Várok. Várok. Igen. Na, ugye... Tízes út, ezt ígértük, hogy hallgatóink minden nap kérdezik tőlünk, hogy mi a helyzet, segítsünk. 25 éve fennálló állandó dugóról van szó. Én nem is tudom, hogy a nulláson kívül volt-e még egy ennyire valójában tényleg neuralgikus pontja a budapesti agglomerációnak és a Budapest környéki közlekedésnek. Nyilván mindenhol vannak dugók, senki ne értse félre, hogy a tízes utat mi nagyon szeretjük, mert ott lakunk, vagy kiemeljük, nem ott lakunk, egyszerűen hallgatóink tízezrei jönnek be arra reggelente, és hát szeretnénk nekik egy kicsit segíteni. Méghozzá úgy, hogy ugye pár hónappal ezelőtt már beszéltünk arról, hogy mi a helyzet, lesz-e körforgalom, nem lesz, akkor ugye az ürömi alpolgármester mondta, hogy látott néhány dokumentumot az asztalán. Így van, hogy volt bent korábban egy megbeszélése, ahol már beszéltek valamiről. Júniusban. Igen. Aztán beszéltünk Danival, ugye a Lopper Danival, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT hát kommunikációs vezetőjével, remélem, hogy ez a titulusa, és elmondta, hogy alakul az építkezés, közben pedig hallgatóink írják, hogy egyelőre ők nem látnak semmit, azon kívül, hogy eltűnt a tűzéptelep, de az nyilván lehet, hogy egy biztosítási csalás volt, és a tűzéptelep eltüntette saját magát. Nem, idézőjelesen nyilván hűlök, de hogy a tűzéptelep felszívódott. Tehát valami elindult. Néhány hónap vagy héttel ezelőtt ugye kaptuk az információt, hogy kivonultak a munkások. Azt nem mondták, igen, hogy tudnak-e dolgozni, de hogy ott vannak. Ott vannak, táblát helyeztek el. Volt tamburmajor, mazsorettek. Így, és van pompomlányok, amik el ilyenkor. Igen, aztán amikor beszéltünk róla, másnap tényleg megjelent egy markoló. Ezt írták a hallgatók. Tehát mindig, nem lehet mindig, amikor kicsit beszélünk róla, akkor elindul valami? Menjen már arra valaki, aztán lássák már. Nézzük meg, hogy ha most beszélünk róla, mi történik 10 perc múlva? Üröm és környéke, akik jönnek Dorogról, Pilisvörösvárról, szeretnének Ürömről úgy bejutni, hogy ugye nem a másik oldalon mennek, a Szentendrei oldalon, hanem ezen az oldalon jönnek. És hát rengeteg hely, tényleg több tízezer autós. Ha még jobban bedugul, mert mindenki lassít, hogy jobban halljon minket. Na, és keresed, hogy na, igen, mi történik? Na, most van, oda, ott jön. Az úton. Gyerekek, szerintem, ha így egy ilyen helyen laknék, az nyilván a gyerek oda jár iskolába, edzésekre, külön órákra, stb. De másfél óra befelé, vagy két óra haza, abszolút költözési faktor. Ha hajat nem. Tehát az konkrétan olyan, mintha innen lemennél mondjuk Kecskemétre és vissza. Tehát Kecskemétre járnál dolgozni, és Kecskemétről jönnél be. Vagy mondjuk majdnem Szeged, mert két óra. Tehát ez hihetetlen sok. Ez hihetetlen. 6 óra, fél hétkor el kell indulnod, hogy mondjuk 8-ra odaérjél valahova. Hát ez... maga a pokol. Borzalom. Borzalom. Igen. Na, itt van Lopper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Hello, Dani, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Jó reggel! Hello, Dani, mi a titulusod? Mert sose tudom, hogy... kommunikációs vezető, az jó. De hogy nem léptetek még elő, amióta beszéltünk? Hát olyan jókat mondasz mindig. Na, tudod, miért nyaggatunk folyamatosan benneteket? Igen. A tízes út, hallgatóink ezrei, tízezrei követelik, minden reggel írják nekünk, hogy még mindig dugó, mondjunk valamit, ezért ma újra felhívtunk benneteket. Igen, a tüzéptelep az már mi voltunk, tehát ne. Az a elbontás... Aha, az de tudott róla a tulaj? Történt. Vagy egy reggel odament, hogy Aranka, nyissunk majd kicsit korábban, mert sok a dolgunk, és nem volt ott a tüzéptelep. Így terveztétek? Ki volt sajátítva, tehát teljesen jogszerűen zajlott. Egyébként amiért nem látják a munkát, az azért lehet, mert ott van egy Pilisborosjenői patak, ami átmegy ugye ez alatt a T kereszteződés alatt. És meg kell várni, míg kiszárad. Nem, most annak a beburkolása megy, tehát ja. 80 méter hosszon be kell burkolni ahhoz, hogy arra egy földmű kerülhessen, amely földműre ráépülhet a körforgalom. Ez decemberig fog tartani. Egyébként, hogyha valaki ott meg akarna állni, nyilván nem akarnak megállni, de akkor ezt lehet látni Pilisvörösvár felől a jobb oldalon. És ugye decemberig most ezt csinálják, és december után kezdődik meg már a földmű építés. Márciusra lesz az, amikor a pályatesthez is hozzányúlnak. De akkor sem fognak látni semmit, mert egy aluljáróval folytatjátok. Nem, akkor nincs, hogy látni fogják, és mivel... forgalomkorlátozások is lesznek, ezért biztos, hogy fognak nektek a továbbiakban is írni, tehát akkor már biztosan észre fogják venni. Nyilván értelemszerű, hogyha valaki nagyon régóta ott vár, és nagyon régóta ül ott a dugóban, akkor hát egy ezrednyi munkagépet vár akkor, amikor egyébként a munkának el kell indulni, de meg tudom őket nyugtatni, hogy ütemterv szerint halad a vállalkozó, tehát
a bontási munkátokat időre elvégezték, és most is nem terv szerint haladnak. Írja valaki, hogy lehet, hogy azért nem lát munkaképeket, mert a munkaképek is a dugóban állnak, és nem tudnak odaérni, mert hogy több napja elindultak. Jól értem, hogyha jövök Vörösvár felől, akkor nem ott lesz a körforgalom, ahol maga a lámpa van, hanem kiszélesítik az utat, és kicsit jobbra a tűzéptelep helyén? Tehát, igen, tehát az út egy 10 méter széles, és a körforgalom pedig 30 méter széles átmérőjű. Nyilván ezért van egy hosszú szakasz, ahol nem hídba akarunk átmenni, hanem egy csővel kell befedni ezt a Pilisborosjenői patakot, és arra lehet ráépíteni. De egyébként újdonság, már ezt múltkor is beszéltük, hogy azóta kötöttünk egy új szerződést ezen a projekten egy másik részére, ugyanis hogyha Pilisvörösvár felől jövök, akkor ez a körforgalom ez nem három ágú lesz, hanem öt ágú lesz. Az egyik ága az a későbbi M0-ásba megy majd bele. A negyedik ága pedig át fog menni ott az Aranyhegyi patak mellett, tehát ha Pilisvörösvár felől jövök, akkor tudok jobbra fordulni majd, amit ezt eddig nem lehetett megtenni. És ott egy felüljáróba már át lehet menni mind a patak, mind pedig a vasútvágányok fölött. És ott mintegy 1700 méteren a Solymár-völgyi úttal párhuzamosan fog menni a 10-es útnak egy új szakasz, ami be fog vezetni a Bécsi útnak a külső részébe, tehát a Bécsi útnál lévő szintbeni vasúti kereszteződés is meg fog szűnni. Az jó. Tehát ott sem kell majd várakozni. És akkor két felé terelitek el ott gyakorlatilag a forgalmat? Tehát pontosan. Az tehát jó, a régi, az okos. Régi Bécsi útról kimegy majd a forgalom, egyébként ott sokan panaszkodnak is, mert ugye hát van valakinek egy családi háza, ahol elmegy előtte a 10-es út forgalma, az neki nem jó, tehát onnan a forgalom nagy részét ki fogjuk terelni, és erre az új nyomvonalas része fog átmenni. Tehát három ponton fognak megszűnni szintbeli kereszteződések, egyrészt Pilisvörösvárnál, a másik ugye a Bécsi útnál, a harmadik pedig a Pomázi útnál, az óbudai állomásnál. Na, és ez mikor? Tehát, hogy ugye a legfontosabb nyilván ezek jó hírek, abszolút, csak hogy mondjuk mikor szűnik meg az a típusú dugó, nyilván ez folyamatában zajlik, tehát nem mindegyszerre, de amikor már egy kicsit flottabb tud lenni a forgalom, mondjuk a körforgalom átadásának az ideje, tehát meddig tartsanak még ki a hallgatói. És akkor jöjjön egy rossz hír? És akkor nézzük a tényeket. 2015. július. Na, hát az már nem annyira vészen. A munka dandári egyébként ennek az áteresznek a megépítése, tehát ez lesz az, ami a munka fő részét jelenti. Ez, amit mondtam, pedig az átjáróra vonatkozólag, tehát az új nyomvonalas 1700 méteres rész, ami ugye a Bécsi úti kereszteződést is kiváltja, az pedig 2015 októberre. Az még benne van a pakliban, hogy most, hogy építitek ezt az áterezt, akkor mit tudom én, egy páncélos rákfaj, vagy egy vidrafaj áttelepítése miatt csúszik az egész? Igen. Nem, amit el kell mondani, az mindenképpen, hogy az időjárástól sok minden fog függni, tehát főleg a földműépítésnél, ugye december és március közöttre tervezi ezt a vállalkozó, ott, hogyha fagypont alá megy a hőmérséklet, akkor ugye a földet nem lehet fagypont alatt tömöríteni. Már pedig szokott azért, igen. Január és március között. Igen, de ezt nem lehet kikerülni. Jelenleg ennek még nincsen, tehát jelenleg még ütemterv szerint halad, de az fontos tudni, hogyha a fagypont alá megy a hőmérséklet, aha, akkor ott ez okozhat problémákat. Szóval fog akkor, mert ugye hát azért januárban a föld megfagy, január-február környékén akkor az megfagy. Jó, minden esetre ez egy kapaszkodó legalább, hogy van, igen, fény az alagút végén. A fontos része akkor is az áteresztépítés, tehát az a munkának a dandárja, az decemberig tudják fejezni. Nagyon jó, nagyon jó. Ha fagy a föld, akkor meg robbantatok. Azt érted, haladjon a meló. Oké, jól van. Figyelj, még a Feriék előtt van egy bicikliút, ami nem megy át a Feriék. Hogy ezt meg tudnánk kell oldani, hogy ne kelljen lassítani. A kicsit ott lassítani kell Velencén, hogy nem tudtok oda is egy 10 km aszfaltot felhúzni. Dani, igen, egyébként, igen? Amióta beszéltünk, a Facebook oldalunkon rendszeresen jönnek a kommentek, hogy bármikor kirakunk a ürömi körforgalomról bármilyen képet, videót, akkor egyből jönnek a hallgatók, és mondják, hogy hát igen, ezt is a Morning Show elintézte. Na látod, hát figyelnek rá. Megoldották, úgyhogy... Hát Dani, az a szó, amit keresel, az a köszönjük, Balázs. Jani, Feri. Tehát figyelj, foglalkozunk, mi a hallgatókért vagyunk, ennyi. És hát ott sok-sok ezer hallgatónk megy be minden reggel, meg utazik minden este haza. És hát érezzük mi is nyilván, hogy ez fontos, ezért is foglalkozunk ezzel a dologgal. De jó hírek, Dani, úgyhogy reméljük akkor egy év múlva ilyenkor már ott leszünk majd az átadásnál. Mehetünk, dobhatunk pezsgőt? Ezt hajóra szoktak? Az útnál mit csinálnak?
Hát, hogyha időre elkészülünk, akkor természetesen jó. Egy tesgőbe fogadhatunk, és akkor nyilván... Hát gyerekek, ha már a nullásra nem hívtak meg sem Megyeri Hídra, pedig igen. Mindig lobbiztam, hogy milyen szép már, tízes utat adjuk már át. Csak mondom egyébként, hogy bringával megyek, és szeretném majd az új aluljárót is használni. Én kocsival megyek, de én is szeretném az aluljárót használni. Dani, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, beszélünk még tavasszal, hogy hogy álltok, jó? Jó. Köszönjük szépen, Lopper Dánielnek, köszi, hello, ciao. Na, drága hallgatók, hát ezek a hírek. Ha nem is látjátok, de zajlanak a munkálatok, nem vagytok elfelejtve, és alakul a tízes út. Most Danival mindig öröm beszélni. Egyébként igen. Korrekt, kultúrát, értjük, amit mond. Nem kell jegyzetelni közben is megfejteni. A következő válaszánál, hogy mit mondott elő. Az előzőben. Mi mondunk, igen, egy szomorú fontos. Leszek, ha elkészül. Tehát most lesz kicsit úgy éreztem, hogy átváltassuk a munkát valamit. Kicsit szomorú leszek. Annyit foglalkoztunk ezzel az ürömi elágazással, meg a tízes úttal, hogy utána keresnünk kell egy következőt. Írjanak majd hallgatók különböző településekről, városokról, falvakból, hogy hol van egy olyan pont, ami hosszú évek óta szintén zajlik, rájuk szállunk, és aztán valahogy kieszközöljük, hogy az is megépüljön. És így szépen, lassan rendbe tesszük az ország. Ej, ja, tényleg. Egy 30-35 év, és minden megépül. Rá az ötös metróra. Kezdjünk el lobbizni, igen. 7:30 út, pontosan 4 perccel. Várunk friss közlekedési híreket, és Óven bácsira, Beru nénire is lehet jelentkezni, ha valaki szeretne egy szép morning show-s ajándékcsomagot, akkor tegye meg, hogy ír nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát az időjárás nem ad arra okot, hogy jobb kedvünk legyen, de reméljük, mi igen. Egy kicsit próbáljuk mindenkiben tartani a lelket, és hát folyamatosan jönnek a hallgatói kérések, hogy mit intézzünk el. A Gödöllőn a Köztársaság úti vasúti felüljáró megépítését már 25 éve szenvedünk tőle. Ez lehet akár egy következő projekt is. Egyébként aztán... Legyen megint 3-20 a kenyér. M8 Rábafüze Székesfehérvár projektet is nyomhatnád, előre is köszönöm. Rábafüze Székesfehérvár. Viszonylag nagy szakasz, előre is köszi. Geri Golfos küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán M7-es Érdi lehajtó nagyon veszélyes hétköznap délután 5 körül. Ezt Tibi küldte nekünk. Ott egyébként valóban nagyon nagy sor van, visszadugul egészen az autópályára, tehát ott észnél kell lenni. Ahogy lehajtasz, hogy mész jobbra, ugye ért felé, ott reggel délután 5-kor, ott cudar. Az cudar tud lenni. Na, jól van. 8 óra után hívjuk majd Dzsuzsák Balást, hogy kicsit utána járjunk annak, hogy mit várnak a mai meccstől, milyen a válogatottban a hangulat. Most azért szerintem jó lehet. Talán mai csak egy barátságos lesz. Válogatott tagnak lenni. Ez majd barátságos meccs, és hát ha minden igaz, akkor a Dárdai Palinak a búcsú meccse, bár ugye még nem nyilatkozott, viszont a Hertánál már erősen presszionálják, hogy hát nagyon örülnek, nagyon boldogok, de nagyon nagy szeretettel várják vissza. El kéne dönteni, hogy mit akarsz csinálni itt az van? Hát nem árult zsákba macskát, korábban sem, ők megmondták, hogy ez a három meccs, aztán várják vissza, mint utánpótlás edzőt továbbra is. Aha. Meg azért, hogy folytassa a tanulmányait. Így van. Úgyhogy hát Dárdai Palit szerettük volna megszólaltatni, az MLS nem adta. Nem is nagyon nyilatkozik sehova, egy nagyon helyes hangvételű levelet írtunk nekik, majd erről beszélünk pár perc múlva. De nem adták. Az MLS Palit. Dárdai irigy. Nyilatkozat irigy, így van. Pedig nem akartuk bántani, óvják, védik. Érthető nyilván, hát amíg nem döntött, addig nem akar ő megszólalni. Szerintem lemegy még ez a mai meccs, és akkor utána lesz majd egy sajtótájékoztató, vagy egy hivatalos nyilatkozat. Minden esetre mi Balázsnál megpróbálunk egy kicsit utána kérdezni a dolgoknak. Vele jó a kapcsolat, szeret minket, hallgat minket, úgyhogy őt szólaltatjuk meg majd 8 után. Bedumáljunk a kezdő rugásra, úgyis itt lesz. Ne. Én mehettem volna már Manchesterbe és kezdőt rúgni, csak... Az nem olyan, ez egy magyar-orosz... Elfelejtettem elmenni talán, vagy lemondtam, vagy nem tudom, mit csináltam. Nem, konkrétan nem vállaltad, mondta, hogy ezt téged itt nem annyira foglalkoztat. Aztán mindenki egy picit így egy nézett, egy picit állt, így benszakadt egy picit mindenkiben a levegő, egy ilyen 3-4-5-15 percre, és akkor mondták, hogy hát jó. Hát, az Old Trafford-ra lehetett volna kimenni. Érted, Balázs, tehát nem lesz még egy ilyen. Mondtam, hogy nagyon drága vagy, köszönöm szépen, egyáltalán nem érdekel. A brit labdarúgás egyik fellegvára, tudod, hogy jobb elmenni és megfelelni azért, mert ők elvárják, hogy gyere, hát én megmondom, hogy köszönöm, drágák vagytok, aranyosak, nem nagyon érdekel a futball, köszönöm. Tök jó. Aranyosak vagytok, nagyon szép az Old Trafford, és rúghatnék 11-est félidőben, de köszönöm. De érted, hogy a csapat, tudod. Elmentél volna?
Hát azért oda igen. Hát életedben nem rúgtál még labdába. Nagyon az igaz lett volna. Nagyon egyébként én sem. Az hogy... igaz, de hát de azért mégiscsak úgy. Jó, biztos, hogy én vagyok nem. A hülyen. És a tehetséges magyar fiatalember elrúgott a labda mellett negyedszerre is. Igen, igen. Végezd már, rúgjál bele, rúgjál bele. Hát értelek, én tényleg nem, én aztán még annyira sem vagyok foci rajongó vagy értő, mint mondjuk ti, de hát azért ott állni, nem? Az ja, óriási. Azért az nagy dolog. Az óriási élmény. Vagy legalább labdán. Annak, aki végül is elment. Biztos nagyon nagy élmény volt. Na, Óven bácsival és Berunével játszunk már, ha minden igaz, itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Berunél. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Szia! Hello, Dóri! Mi újság, hello. Dóri? Mit csinálsz? Hol vagy? Miért hát vagyod? Most buszozom, Debrecen felé, Gyomendőzre, és nem tudom, hol vagyok, csak fél úton valahol. Na ez a hármas út, vagy merre? 47-es. 47. A festői 47-esen. Debrecen, Szeged. Festői, így van. Így. Zsáka furta, Mike Pércs, az idegenül Mike Pörcnek mondják. Mike Pörcs. Ültél ezen a járaton sokat? Hát, de sokat nem, de egyszer-kétszer. Igen, volt arra felé illetőségem. Aha. És akkor Békés Csabáról Debrecen. Látogattál? Igen. Arra egy idős rokon kórház. Odafelé frissen, visszafelé kicsit már elgyötörtem. Igen. Dóri, és mit tanulsz Debrecenben? Én közgazdaságtan tanulok, nem gazdálkodásnak pontosabban. Harmadéves vagyok az egyetemen. Hát mondj egy szakot, amit ma lesz, vagy egy órát, csak hogy... Makroökonómia például. De jó is. Azt a minden ide izgalmasan. De sok szépet hallottam. Nagyon izgalmas. Uh-huh. És mivel ütitek el az időt, az órán? Mit csináltak? Hát tanulunk. Na, már. Persze, ugye már. Egyetemem. Csak azért kezdem, mert mi ugye leveleztünk magam, beáztünk, meg mit tudom, nem tudom, torpedóztunk, hogy most gondolom, már mindenki viberezik, meg WhatsAppol, meg Skype-ol, és fogja az okostelefonját. Körülbelül. Nem? Mondjuk ez fontosabb óra, de... Aha. De nem olyan érdekes. Nem olyan érdekes, mi? És lassan jönnek a fél évig. Mi van ott? Szigorlat? Vagy mik vannak ott? Hát ZH-k vannak, ZH-k. Dolgozatok, meg vizsgák majd januárban. Gyerekek. Mintha 1000 éve lett volna. Ugye? Uh-huh. És akkor azt hittem, nekem életünk mint egy legnagyobb életben. Dolga. Hogy túl legyél az ZH. ZH lesz. Na, bum. Majd a következő sikerült. Na. Jól van, Dóri. Van segítséged ott a buszon valaki, vagy egyedül zögykölődsz? Hát nem tudom, hogy valaki hallgatja, de szerintem nem, kérlek. Mert nem nézem senki. Jó, az most tegye fel a kezét, aki minket hallgat Dórin kívül, igen, jó? Akartam, ebben hogy, a pillanatban. Hogy tegye fel a kezét, legyen aki kedves. Ezen a járaton utazik. Mi a járat végállomás? A Debrecen? Debrecen. Tegye fel a kezét. Szarvas felől jön. Szarvas felől utazik Debrecen felé Dórival egy buszon. Háromra tegye fel a kezét. 1, 2, 3. Nem tette fel senki. Na, mit hallgatnak? Kossuth Rádiót? Valaki a sofőr, szerintem. Oké, okay, akkor megvan. Sofőr bácsi, integes már ki két kézzel jobb. Jó? Dudálj még egyet, sofőr bácsi, hogy jól hallottunk? Jó, csak nem nekünk dudálj. Ja? Igen. Kicsit beleéltük, majd kicsit magunkra vettük, nem? Kicsit úgy éreztük, hogy nekünk dudál. Na Dóri, figyelj! Hát akkor, de társad van? Tehát valaki ül melletted? Nem, egyedül, teljesen. Előtted, mögötted senki? Nem. De nem, kicsit üres. Milyen a kihasználtság ezek buszjáratoknak? Hát 8 óra után ezzel kell foglalkoznunk. Szüntessék meg. Ritkicsek. Na figyelj, Dóri, mutatjuk, mit csinál Óván bácsi Berunéni. Ó. Hát a mezőgazdasághoz érted. Csak közel van az egyetemhez egy tehenészet. Óha, csúnya dolgok történnek ebben a tehenészetben, nem akarom tudni, hogy mi történik. Hívjatok állatorvos, nem? De erre én már áll, ugye? Tehát ez az, amikor... Igen, ott van a probléma. Erzsi, szólja Gyulának, jöjjön át. Egy komoly dugó. Adjon féreghajtót a tehénnek, mert nagyon... Ja, jut eszembe féreghajtás, mert mondani akarok valamit. Na. Baj van? Nem, mert össze-vissza eszel minden, basszus. Mutatjuk, mit érdekelnek, figyelj, Dóri. Úristen, mi könnyű. Hát ez egy legenda. Most álltak fel. Na, halljuk, hogy most nagy élet van a buszon, és olyan nagy csönd volt. Igen. Lehet, nem érzel. Figyelj. Nem friss. Sokat foglalkoztunk velem mostanában, volt egy
retro adásunk, ahol régi sorozatok főcím zenéit hallgattuk meg, és hát mindenki imádta, folytatnunk is kellett, csütörtökön, aztán pénteken befejeztük. Hosszú-hosszú órákon keresztül főcím zenéket hallgattunk, és ez az egyik. Nincs meg? Fú, nincs meg. Na figyelj, még egyszer mutatjuk. La la na 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 na. Pedig ez már egyébként egy hosszabb részlet volt. És ez külföldi sorozat? Volt. Maga a sorozat külföldi volt. Magyar előadótól is dal, ugye? Talán így fordították? Az volt a főcímzené? Vagy a főcímzené az eredeti volt, csak volt egy magyar dal, így. Ugye? Uh-huh. Semmi? Kú, semmi. Hát... Lehet túl fiatal vagyok, nem? Mikor születtél? 94. Mikor? 94-ben nem születtek emberek. Nem lehetsz ennyire fiatal. Úristen. Nem lehetsz ennyire fiatal. 94. Hát akkor mutatjuk az eredetit, mert hosszabbat nem is nagyon tudunk, mert ez már egy hosszabb volt. Figyelj, hallgass meg! Megint mondtunk fel a vitorlát! Ja. Figyelj, Dóri! Mege ugye? Koran óta. Idegráz. Pedig... Ah. Ezt igen. Anyu, apu beszélt róla? Elfelhősödött a tekintetük, amikor szóba került otthon? Hmm. A vasárnapi ebédnél? Volt olyan, hogy rányítottál apukádra, és egy fejkendővel a fején egy konyhakéssel a kezében ugrabugrált a nagyszobában? Nem volt ilyen? De még szabdát hallottam is. A Sándorkán osztunk nagyon sokáig, igen. Hallottad, hogy édesanyja mondta Sándorkám, Sándorkám? De apámat Péternek hívja. Ez volt a zavaró. Hát, Dórikám, hát egyedül maradtál. Hát igen. Köszönöm szépen. Azt írják, hogy Dóri, Darvason várlak, integetek a busznak. Puszi R. Átmentél már Darvason? Át. Ott valaki integetett neked. De kár. R integetett neked, azt írta. Hát nem láttam. Nem. Figyelj. De nem mondta, hogy Sándorkán. Ez igaz. Hát milyen jó lett volna, valaki kintről beüvölti. Igen. Azt, figyelj, hallgass ezt az SMS, Dori. Én se tudom, mögötted a srác csikos raffia táskával. Ott van? Fordul? Nincs. Nincs ott mögötted egy srác egy táskával? Nincs. Ezt írta, én se tudom, mögötted egy srác ezzel a táskával. Két busz is megy ilyenkor arra, úgyhogy. Már jött, mögötted jön még egy busz? Vagy előtte, már megelőzött. De minek, ha ezen is kevesen vagytok? Hát nem tudom. Na jól van, mert ott van a fiú, át tudtál volna ülni, aztán hát ha jót hát beszélgettek. Dórikám, köszi a játékot! Hát én is köszönöm. Jót sulit neked, egyetemet. Köszi. ZH. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Szia. 94-ben született, akkor kezdett behullani a hajam. Ne túlozzá, akkor már. Akkor már, igaz, akkor már sehol nem volt rajtam sző. Csempe voltál. Csempe voltál mindenhol. 2 perc van pontosan 8 óra. Dzsuzsák Balázst hívjuk a hírek után. 8 óra múlt 12 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, Jani, Feri, nektek is jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Bon Jovi után, és hát ez egy nagy klasszikus. Most nem a másik Bon Jovi dal volt, hanem ez a Bon Jovi dal volt. Igen. De ez jó, ez is jó, jók ezek a Bon Jovi dalok egyébként. Mekkora slágerek. Nem lehet mellé nyúlni velük egy picit, hogyha az ember kis energiát fordít rájuk, akkor lehet cserélgetni azt a 21 néhány Bon Jovi slágert. Nagyon jó kis. Bármikor, bárhol jó kedvet csinál. Van vagy 30 vagy 50 slágerük, amit meghallasz, és tudod, hogy ezek ők. Hát figyelj, van nekik egy olyan dupla válogatás albumuk, amin, hogyha jól emlékszem, 26 sláger van. Olyan sláger, amiket meghallasz, akkor abban a pillanatban tudod. Talán valami, már azt mondom, hogy 1 millió Bon Jovi rajongó nem tévedhet, vagy valami ilyesmi a magyar fordításban az albumnak a mint a 10 millió légy nem tévedhet, 1 millió Bon Jovi rajongó nem tévedhet. Vagy 100 millió? Igen, az egyetlen, az 1 millió, az lehet, hogy kicsit kevés. Igen, szerintem inkább 100 millió. Az egyetlen olyan rockzenekarnak... az egyetlen olyan rockzenekar, akinek én kimoltam a koncertjén, és mondjuk 8:30 volt írva a kezdés, és Bon Jovi megérkezett 8:45-kor, és durván a 8 darról lemaradtam Bécsben, mert hogy korábban 10 órakor már aludt. Fáradt vagyok. Tudod, megszoktad, hogy kicsi előzenekar, késnek, kicsit még váratják a közönséget, kis hype megy, mit tudom én, nem tudom, az előzenekar még játszik, húzzák az időt, azt mondták, 8:30-kor színpadon Bon Jovi, 8:45-kor már úgy tolta. Akkor még benne volt a Ricsi Szambora? Ott még a Szamborával, az zenét, ez pár évvel ezelőtt volt. Húzni, mert tudták, hogy vagy elkezdjük, vagy a Szambor az asztal alá iszza magán. És 8:45-kor elkezdtek zenélni, 9-re értünk oda, csak ott voltak barátaink, és ők mondták, hogy 4-kor eljöttek, figyelj, 10 órakor a Bon Jovi, szerintem már az igazak álmát aludtak. Köszi szálltok. Kétszer visszajöttek, és vége volt.
10 órakor álltál ott. Most hova húzza? Axel Rózi ilyenkor még ki se jön a színpadra. Na jó, az a másik. Jézusom, 3 órát késni egy koncertről. Én ott voltam az Arena koncerten legutóbb, mikor itt voltak, amikor a félház már elment. Mert azt mondták, hogy nem lesz koncert, ő pedig még feküdt az oxigén sátorban, mert Milánóban jött, és kijött az egyik zenész, és elmondta, hogy bocsánat, Axel még fekszik az oxigén sátorban. Nem tudjuk, hogy lesz-e koncert. Aztán 4:12-kor kezdte el a budapesti Guns N' Roses koncertjét, ami legutóbb az Arénában volt. 9 órára volt kiírva, mi 10:30-re értünk oda, mert tudtuk, hogy Axelről nem lehet lemaradni, és akkor még egy 3-4 órás agitálás volt, fütyültek, kiabáltak, földobáltak egy csomó palackot a színpadra, és 11:40-12-kor Axel kitántogott. Axel, elkezdte nyomni a Welcome to the Jungle-t. Megsértődött és hazam. Igen, ne, aztán meghallod a Welcome to the Jungle-t, és mindent megbocsátasz neki, de a félház konkrétan azt mondta, rohadjál meg, és hazamentek. Megveszed a 10-20 ezer forintos élet, és hazamész, mert azt gondolod, hogy nem lesz koncert, az kemény. Bon Jovihez képest azért jól fésültek. Az öreg kijött 4-kor, már mit úgy tolta, mint az állat. Megvártad a végét? Az Axelnek? Persze. Én mondtam, gyerekek, ha itt ma lesz koncert, én az nem megyek. Ha 2-kor jön ki, 2-kor jön ki. Egyébként nagy buli volt. És rövidebbet adott ilyen? Nem, utána becsülettel letolták. Kicsit pocakos, kicsit meghízott, de még mindig rohangál a színpadon. És mindig biciklis nadrág? Dehogy is, nem. Hát miért? Hát mi abban nyomtad, gyerekek? Hát abba szerette. Nem, most már farmer. Hogyha jól emlékszem, atletizált régebben is azért elég jó lábai voltak. És hát az a csomagra ment, az nem a lábára. Jó, hát a csomagra vagy a szivacsra, amiben volt rakva a csomag elé. Szóval nem, farmer jacky, nem farmering, bőrkabát, napszemüveg, fejpánt azért ott volt, de azért már ilyen bácsisan. Hát lassan, gyerekek, 60 ő is. Persze. Már hozzá kellett fonatni a hajához. Néha eltűnt kicsit, hátul gondolom, szívott némi oxigént, hogy tudjon mozogni, de még mindig rohangál. Ginzengetevet valószínűleg. Egyébként, ha már rockzenéről beszélünk, akkor legyünk nagyon pontosak. 100 millió az a bizonyos Bon Jovi fan album címben. És a lemez egyébként egészen konkrétan, amiről beszéltem, az egy 4 lemezes szett volt, és 50 darab szám volt rajta. És hogy mindet ismerted. És hát úgy igen, tudod. Igen. Tehát, hogy meghallod az első néhány hangot, és tudod, hogy Bon Jovi. Úgyhogy... Na, gyerekek, magyar futball, hát olyan dolog történik itt a magyar futballban, ami egyrészt érthető, másrészt szerintem picit talán érthetetlen, de hát 3 olyan ember beszélget majd a futballról, és ezt erőre mondjuk, hogy bocsássátok meg nekünk. Egyik se egy nagy hát lap. Egyik is tudják. Mondom, a Balázs, a Jani, meg a Dzsuzsák. Így? Igen, te is benne lesz, aztán majd hívjuk Balázst. Ugye a Dárdai Pál jelenség, és ennek kapcsán beszélünk majd Balázsra, hogy egyrészt mit gondol a mai meccsről, az oroszok elleni találkozóról, szerintem marad Dárdai, nem marad, mi lesz, hogy lesz, mi van a folytatás. Ugye Dárdai Pál valami olyat hozott a magyar futballba, amit már régen nem volt, és nem is elsősorban az eredményekre gondolok, mert ha megnézzük az eredményeket, önmagukban azért azok nem olyan nagyon nagy eredmények, mondjuk egy Finnország után végül is egy pontocska, vagy 3 pontocska, egy, jó, vagy egy Feröer-szigetek. 3 meccs, 7 pont, de az elmúlt évekhez, ha nézzük ezeket a pontokat, és a győzelmek, a döntetlenek számát, hát gyerekek, ez a Mennyország. Ez maga a Mennyország. Közben azért ott volt ugye egy Feröer-szigetek, hát nem annyira félelmetes, volt ugye a románok ellen talán egy 1-1, és volt a finnek ellen, ugye szintén egy 1-0 az utolsó utáni percben, de hát ez zseniális. Ez az egyik zseniális, a másik meg, hogy ugye eddig minden szövetségi kapitány, vagy az utolsó pár szövetségi kapitányunk nagyon megosztó volt. És megosztó, nem tudom, hogy jó szó-e. Akkor gyűlölték, mint az állatnak, akkor mondom így, hogy mindenki értse. És itt van ez a fiú, akinek meg így örülnek. Nem tudom, láttátok-e, pont a tegnapi sajtóban volt, hogy óriás transzparensek vannak meccseken, hogy maradj, kérlek, és jaj, de jó, hogy te vagy a szövetségi kapitány. Tehát, hogy van végre egy ember, akit szeretnek. Tehát, igen. Szakmailag emberileg. És a játékosok is valószínűleg kedvelik őt, mert hát közülük való, hogyha lehet ezt mondani. Igen, én Pintér Attilát nem ismerem, de ahogy nyilatkozott, amit csinált, kevésbé volt szimpatikus. Nem hiszem, hogy hétvégén össze fogunk elni, összeengedjük a gyerekeket egy laza grillparti, nem hiszem, de hát nyilván ő se akarná, meg hát miért is kellene. De ez a Dárdai Pali egy szimpatikus pacák, nem? Szimpatikus annak ellenére, hogy nagyon nem ismerjük, nagyon nem nyilatkozik, de valahogy a megjelenése, a kisugárzása, az eredményei, és az a fajta profizmus, meg az, amit most a válogatottban elültetett, ez egész egyszerűen valahogy őt szimpatikussá teszi. Tehát egy kedves, szerethető pacák. És nem tudom, hogy akkor is azt mondanánk-e, ha mondjuk lenne egy Feröer-szigeteki elleni 2-0, amit elvesztettünk, egy finnek elleni mondjuk 2-1, meg egy románok 1-1. Talán akkor is. De valami olyat hozott a magyar válogatottba, és egyben a szurkolóknak is,
hogy olyan emberek kezdték el újra nézni a magyar válogatott meccsét, akik már azért elfordultak, mert szerintem a kemény magon kívül, mondjuk ki őszintén, akik azért tényleg elvetemültek, azért olyan nagyon sokan már nem néztek magyar futballt, nem? Drukkoltál, meg nézted, de hallottad, hogy játszanak, úgyis tudtad, hogy mi lesz a vége. Valljuk be őszintén, az ember a sikerekre kíváncsi. A kudarcokra, a kudarcokat így elnézi egyszer, kétszer, háromszor, de hogyha rendszeresen csak és szinte kizárólag kudarcok jönnek, vagy pedig nagyon kellemetlen kudarcok, mert azért vannak olyan dolgok, amiket az ember lenyel, amikor azt látod, hogy tudom, hogy találkozik, mondjuk egy német válogatottal találkozik a magyar válogatott adott esetben, akkor az ott benne azért van. Ott benne van a pakliban, hogy ott azért elhasalunk. Igen, de szép focit akkor is el lehet várni szerintem. Tehát, hogy küzdj legalább. Tudod, hogy nyilván jön a német válogatott. Harcos focit. Gyerekek, nehéz velük mit kezdeni, de ha azt látod, hogy te fiaid a magyar srácok, hogy azért akarnak, amit tudnak, azt megmutatják, akkor még szerintem akkor is meg tudsz bocsájtani, nem? Tehát akkor is tudod azt mondani, hogy gyerekek, legalább jó meccs volt, küzdöttünk. Most kíváncsi vagyok, hogy mi lesz egyébként, mert ugye ő a kinevezés akkor azt mondta, hogy a három tétmérkőzés, illetve a keddi oroszok elleni, az ugye egy barátságos mérkőzés vállalta a felkérést. Aztán ugye pénteken ő nyilatkozott egy frissebbet, amikor elmondta, hogy ki kell értékelni a helyzetet, és a helyzet kiértékelése után, vagy azt követően dönt majd a folytatásról. Miközben ugye, hát azért azt lehet látni, hogy a Hertánál azért erősen presszionálják, sőt kimondták, hogy Dárdai nem marad magyar kapitány, mert hogy ugye egy Herta menedzser egyértelműen kijelentette, hogy hát ott várják. Nekünk kevéssé foci ismerőknek, ő ott utánpótlás. Van, hát hogy gyakorlatilag a Hertának az egyik legendája. Hosszú éveken keresztül játszott ott, és nagyon-nagyon nagy megbecsülés van ott része, és egyébként a jövőjét is ott képzeli alapvetően. Én ma a Dárdai miatt megnézem ezt a meccset. Nagyon helyes. Belenézek. Na, azt nem mondom, hogy végignézem, de belenézek. Hát 36 éve nem győztünk az oroszok ellen, illetve az old Szovjetunió. Legutóbb egyébként, amikor játszottak, akkor Dárdai még játékos volt. Ez is milyen érdekes párhuzam, nem? Akkor egy 1-1 volt az oroszok ellen, 2010 vagy 14, nem emlékszem pontosan, akkor ő még játszott. Tehát akkor ő ezt húzott. Akkor viszont tud róluk mindent. Bár azok a fiúk már valószínűleg nincsenek benne, akik ellen ő játszott. Azt nem tudom. Hát azért, na azért keresztkérdéseket ne tegyél. Jó, nem. Most azért, ha megkérdezed, hogy Pintér Attila mennyiben más válogatottat küldött a Gyepre, mint Dárdai Pál, és ki hol játszott, és milyen, tehát azért össze tud zavarni. Mindent én sem tudhatod. De hogy van az? Egyébként nyilván mentalitás kérdése, nem, hogy van egy keret, amiből gazdálkodsz, meg van egy keret, amiből gazdálkodik a Dárdai. Ez a keret azért nem nagyon más, gondolom én. Most tényleg laikus, amit kérdezek. És egyszerűen más, hogy állsz a játékosokhoz, más mentalitást viszel bele, és ez ennyit számít, hogy egy ilyen... Tehát, hogy tényleg mennyire fontos az edző, nem? Hogy azt gondolod, hogy mennyire sok múlik a labdarúgón. Ott van 11 ember, aki rohangál, persze fontos. De van egy, aki ennek az egésznek az agya. És itt jön ki, hogy mennyit számít, tényleg. Az, hogy ki milyen mentalitás üzöl, hogy ki mit mond, hogy ki hogy küldi föl a pályára a fiúkat, nem? Ja, ez egy más mentalitású válogatott most, mint akik a Pintérnél voltak. Hát itt 20-30 emberből tudsz gondolom én válogatni, akiket behívhatsz egyáltalán a keretbe, de miután megvan a keret, akkor ugye elkezdesz agyalni, hogy állítod föl a csapatot, de a legfontosabb az lehet, amit ott előtte mondasz a meccsen. Tehát, hogy valószínűleg ő ezt tudja jól megfogni, amitől ezek a srácok most úgy mennek föl a pályára, hogy csapat vagyunk, és győzni kéne. Gyerekek, én úgy szeretem, hogy ilyen szakértők tudunk mi is lenni. Istené, bármiről. Olyan hülyék vagyunk a focihoz, mint az állat, de amikor így három teljesen laikus, mint egy ilyen kocsmai beszélgetés. De legalább az ellenkezőjét nem állítjuk. De én ezt szeretem. Mondjuk, hogy küldi fel a keretet? Hát úgy küldi fel, mást mond a fiúk, nem, és akkor itt megmagyarázzuk, ez tök jó, mert egyébként tényleg hülyék vagyunk a focihoz. De közben az ember látja, hogy mi történik, és örülsz a Feröer elleni szigeteki nyert meccsnek, drukkolsz a finnek ellen, és ma az oroszokat szerintem fél ország megnézi, mert valami olyan történik, amire úgy tényleg kíváncsi vagy. Pintér válogatott, az kevésbé érdekelt engem. De most már ez egy ilyen sikersztori, hát ha megverjük az oroszokat, nem? Személyiség szerintem rengeteget számít. Tehát, hogy szerethető emberek legyenek ebben a válogatottban is, legyen szerethető a szakvezető is. Tehát, hogy a válogatott személyei nem változnak. Tehát ugyanúgy a Gera, a Dzsudzsák, az a játszott a Pintérnél is, tehát az nem változott. Igen, igazad van. Ugyanakkor meg, hogyha mit tudom én, elolvasok a nyilatkozatokat, meg a meccs előtti, meg utáni nyilatkozatokat, azért abból lehet a játékosok személyiségéből elég sokat megismerni, megtudni, és akkor így, hát...
Dárda is járt a batizékhoz? Vagy csak a Pindér Attila? Neki lehet, hogy nem olyan szellett, igen. Akkor szóval tízik, kiabál? Én erről azt nem tudom. Most még ez köpköd? Ne, csak kérdezem, én erről nem tudom elképzelni. Annyira szimpatikus, én nem láttam még meccsen, de megnézem, szerintem ő nem. Tehát más tényleg a mentalitása, mint a Pintérnek. Ja, ő a Bundesligában edződött. Tehát a picit ott nem divat egyik sem. Nincs az egyik oldalon beöntöd, a másik oldalon, mint egy ilyen, nem tudom, így dobott ki a szetjét. Pereceznek, meg bohúrstoznak, meg... És miért zárják el ennyire a Dárdait? Lehet, hogy ő nem akar nyilatkozni. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ő mondja azt, hogy majd utána beszélünk. Utána, ez mondjuk egy korrekt. Nekünk nagyon korrekt az MLS velünk, és ezt köszönjük szépen. Írtunk nekik, válaszoltak. Mondták, hogy elnézést kérnek, nem, nagyon kedves levelet küldtünk nekik, hogy a hallgatók miatt szeretném, mondták, hogy persze, megértik, várjunk még egy kicsit. Nagyon, nagyon korrekten intézik az ügyeket egyébként. Lehet, nagyon, hogy azt nagyon szimpatikusan válaszoltak a fát is. Karácsonykor. Idáig nem jutottunk, de én olvastam a Juli féle levelezést, nagyon, nagyon helyesek egyébként. Azzal a kérdésen nyírhattuk ki a dolgot, hogy és a 11-est hány méterről lövik. És egy utolsó kérdés, itt ül mellettem a Feri, tudod, Juli, mikor gépele mellett. Itt ül a Feri mellettem egy Juli, szakmai kérdés. Már meg, nem tudom. Na, felhívjuk Zsuzsák Balást, aki viszont nyilatkozhat, hogy mondjál nekünk, mi a helyzet most a válogatottban, hogy futnak ma ki a fiúk a pályára, ez jó? Ez olyan... Ez jó. Ez jó. Jó, ez most, ma, ez hogy volt? Egész jól hozta. Hogy futnak ki a fiúk a gyepre? Ez az. Ma este. Milyen a hangulat a válogatottban, és ők nyilván azért presszionálják Palit, hogy van egy ilyen öltözői maradj már Pali. Palit? Ilyenben vannak vajon? Hát nem, maradjon egyszer, már Mr. Dárda, én nem hiszem. Aha, tehát, hogy gondolom, tegeződnek. Maradjál már Pali? Tehát, hogy hát, hogy Pali létett meg, hogy marad. Hármat az oroszoknak, maradjál már Pali. Pali, maradj már, azért neki lehetetlen. Na, itt van. Itt van. Zsuzsák Balázs, jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Szia. Hello, Balázs. Na. Ugye nem vezetsz? Azt kérdezik a hallgatók, hogy... De hölgyesek vagytok így korábban. Nem én voltam, nem, hallgató. Hallgató. Mindig én ilyet sose kérdeznék. Balázs, hol vagytok most? Hol készül a csapat? Bent vagyunk, telki már edzők táborban, úgyhogy most lesz majd reggeli. Ilyenkor szabad foglalkozás van, aztán 10 óráig kell kikerni az ágyból, úgyhogy köszönöm nektek az ébresztőt. Hát nem vicce, hát egy ország akarja hallani a hangotokat, hát ez is hozzátartozik. Milyenkor a reggeli? Szokásos, vagy van már valami meccsnapon, valami emelt zabadag, vagy fehér répa, vagy mit teszik ilyenkor a válogatás? Nem, hát ugye van egy úgymond speciális étlen, amit a doktor összeállít, de semmi extrát nem kell elkezdeni, tehát ugyanúgy semmilyen tojás. Doktor, beteg valaki? Aki amit kíván, úgyhogy semmi extra, úgyhogy bárki elmet, bármit úgymond. Aha, és de kitalálod reggel, hogy mit tudom én ennél valamit, tükörtojást mind a két oldalán megsütni, akkor ezt megcsinálják? Tehát ilyenkor... Már lent is van szerintem, ugye egy ilyen svédasztalos reggeli van, és akkor akinek még esetleg külön extra kérése lenne, azt megcsinálják természetesen, de bőven elég, ami lent van ilyenkor. Hány órakor van ilyen takarodó? Tehát jön egy... Hát megcsőt azért ragaszkodik a Pali a 11 órához, hogy azért már senki ne botorkáljon kint, úgyhogy de nem is kell a csapatra rászólni. Meg hát mindenki, ahogy szokott készülni, úgyhogy valaki késő fekszik, valaki korábban, úgyhogy én éjfél körül feküdtem. És a takarodó elrendelés az úgy kell elképzelni, hogy Pali végigjárja a szobákat, kopogtatja az emeletes ágyakat, és az, hogy Balázs, fogmosás, így van, alvás, pizi, mesítem, hogy felnőtt filmet nem nézhetsz már ilyenkor. Nem, azért nem követeli meg ezt a szigorúságot, meg abszolút megbízik a csapatban, úgyhogy meg hát itt mindent lát, tehát mindenki, minden a szem előtt történik. Úgyhogy tegnap még ilyen közös tévénézés volt itt kint a halba, vagy a bár részen, és aztán mindenki elköszön, aztán megy a szabályába. Mit néztetek? Úgyhogy, valami orosz meccset? Hát az tegnap délelőtt volt, nem délut, nem esti. Este ilyen összefoglalók voltak ugye a tévében, meg tényleg szabadon választott, tehát éppen valaki, aki kiválasztja a tévécsatornát, úgyhogy... Semmi extra. Na, ti a statisztikákat nézegettek egyébként, hogy mióta nem győztünk az oroszok ellen, vagy ezzel nem nyomasztjátok magatokat? Dárdai utoljára 2010-ben ő még játszott, ugye az ominózus 1-1-en, ezeket így átbeszélitek? Vagy ilyenkor szó van erről, hogy milyen jó lenne mondjuk ezt a 36 évesen? Hát tegnap ugye volt egy elemzés, hogy mégis félre számítottunk az oroszok ellen, aztán nem bízjuk olyan szinten túlzásba, hogy tényleg most így persze pontosan lemondanánk, hogy éppen mikor rúgtunk volt, vagy mikor tudtuk őket megverni. Felkészülünk belőlük, kaptunk egy anyagot, hogy mégis mire számíthatunk a pályán. Aztán remélem, hogy saját magunkra kell koncentrálni, és
nem pedig majd az 1500 szaladni, aztán biztos, hogy egy jó csoporttal találkozunk, de azért náluk is vannak most problémák. Hát igen, azt olvasom, hogy ott a Capello hónapok óta nem kapott fizetést, ami azért ilyen szinten ritka. Bocsánat, hogy felkészültem a beszélgetésre. De most hogy? Picit érzem, hogy úgy érzem, hogy megdicsérhetnétek, hogy azért itt van felkészültség. A Fábio Capello az edzője. És nagyon régóta nem járok már a Capellába. De jól mondom, hogy például ez is probléma, ugye, hogy a vezető edzőt nem kapott pénzt régóta. Igen, hát ebben között ugye egy teljesen más tábban jött, tehát ugye aki volt neki mind a VB-n, meg az előző mérkőzéseken, őket is ugyanúgy 4 hónapja nem fizették, és ők mondták, hogy ugye eleve szerződésük sincs, tehát nem hosszabbították meg. Valami nem kapták meg még az eddigi bérüket se, úgyhogy ők mondták, hogy nem csatlakoznak hozzá. A Capello meg ugye hát gondolom eljött, hogy mégse tudjanak ebbe belekötni, de szerintem nem lepődik meg, hogyha ez lenne az utolsó meccse. Na, egy kicsit beszéljünk arról, hogy ti mennyire érzitek egyébként azt a fajta hangulatváltást, ami most van a magyar válogatottal kapcsolatban. Régen azért hát nyilván kaptatok ideget, meleget, inkább a rosszabban. De most azért 2-3 meccs óta nyilván ott is megváltozott a hangulat, talán a szurkolókban is megváltozott a hangulat. Nyilván a magyar foci rajongók mindenbe belekapaszkodnak, ami kicsit is azt mutatja, hogy van kiút ebből a hosszú sötét alagútból. De most pár meccs óta azért, mintha megváltozott volna sok minden már, ami a közhangulatot illeti. Ezt érzitek egyébként? Így van, természetesen nagyon érezzük. Most jelentően nem is fogom szépíteni, azt mondom, nagyon-nagyon jó válogatott futballistának lenni. Természetesen mindig vannak olyanok, akik ugye még mindig nem elégedettek, de azzal is egyetértek, hiszen még semmi nem történt, úgymond, tehát azon kívül, hogy visszahoztuk azt a hitet, hogy 7 ponttal a harmadik helyen állunk a csoportban, 3 ponttal az első helytől, azon kívül ugye csak azt próbáljuk ígérni, vagy próbáljuk csinálni a pályán, hogy azt lássák tőlünk, hogy igenis tényleg megszakadunk, tényleg akarjuk a sikert, tényleg el lehet hinni azt, hogy szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy kijuthassunk erre a franciaországi EB-re. Nagyon kellett hozzá természetesen a váltás és a Pali személyében, aki abszolút egy olyan fajta mentalitást és egy felszabadulást hozott a csapatnak, hogy tényleg hát ugye 3 meccse sikerült fel átfordítanunk a szurkolókat abba az irányba, hogy tényleg szeretnének meccse jönni, szurkolnak nekünk, kíváncsiak, hogy mi van velünk, úgyhogy ez van abszolút. De miben más ez a mentalitás, igen, mint a Pinti Rúré? Igen, tehát mi ezt ugye laikusok, hogy nem tudunk, hogy nyilván az öltözőben máshogy beszélt, néhány ember más a keretből, és nem mondjuk a Pintér ismerősei vagy kedvencei vannak ott, de mégis, hogy miben tud egy edző más atmoszférát, más hangulatot teremteni? Hát ő ugye abszolút érződik az, hogy magyar, de mégsem Magyarországon él. Tehát ugye már ahogy idejött neki a sajtótájékoztatója is egy abszolút egy megzavarta az állóvizet, tehát egy olyan profizmussal, egy olyan pozitivitással, egy olyan dologgal beszélt rólunk, akik eddig még soha nem voltak kimondva. Tehát, hogyha ezt valaki, akár én saját magam kimertem volna mondani, akár egy játékosnak a jellemzését, akkor ugye mindig visszajött, hogy miért mondjuk ki, meg nem igaz, meg nem abban a csapatban játszik, nem sztár, nem, tehát mondja, a Pali szavait is megragadjam, és már ez is egyfajta olyan volt, hogy igen, ő ezt kimeri mondani, felmeri vállalni, látja, hogy ki mire képes, ő tudta, hogy ebből a csapatból mit tud kihozni, megkapta a lehetőséget, és senkit nem kell úgymond, nem is tudom a legjobb szót, hogy használjam, hogy nem is motiválnia, hanem egy szavakból megértjük azt, amit el szeretem, vagy amit kér tőlünk. Senkivel nem susmutyol, mindenkit, akivel problémája van, vagy éppen akit meg szeretne dicsérni, ezt a csapat előtt teszi, nem rohan a médiához, tehát tényleg minden ebben az öltözőben marad, amit ő elmond. Tehát egyszer más a mentalitás. Uh-huh. Abszolút, teljesen, tehát talán tényleg kicsit körbeírtam, de hogyha nagyon röviden szeretném, akkor tényleg abszolút külföldi mentalitás hozott. Ti presszionáljátok egyébként, vagy ő bele sem megy ilyen beszélgetésekbe, amikor ott maradtok mondjuk egy meccs után, vagy egy edzés után, és kicsit így az ember elkezd privizni, hogy mi van a fejében, marad, nem marad, nyilván egymás között is megbeszélitek ezt, de hogy például oda mentek hozzá, vagy kéritek, hogy valaki felszólal mondjuk egy edzésen, hogy nyilván ti is élvezitek ezt a dolgot, és szeretnétek megkérni, hogy maradjon, szóba jött bármikor? Persze, hát azért folyamatosan, pláne ugye eddig ugye nem nagyon akartuk vissza abba az irányba elterelni, hogy most erről legyen szó, de hogy ugye vége lett ennek a nagyon fontos 3-2 meccsnek, ugye most a hétvége óta hál' Istennek azért még felszabadultabb a hangulat, és persze hát akár vicc témájába is, vagy ahogy a Palinak a szurkálásába is, ugye mi is oda-oda szúrunk egyet, hogy jó lenne, hogyha tényleg maradna,
és reméljük, hogy, hogy olyan lesz a folytatás, hogy ezzel a stábbal, ezzel a csapattal, úgyhogy ő még azért egy picit is kerüli ezt a témát, és tegnap volt egy megbeszélés, mondta, hogy zárjuk le ugyan meccset, hogy az mindenkinek jó legyen, úgyhogy én nem remélem, hogy úgy fog dönteni, hogy, hogy tényleg a maradás mellett, persze mi is lenyilatkoztuk, vagy én is, hogy ez a mai meccs is kell, de nem hiszem, hogy bármi függetlenül a mai mérkőzést, tehát hogyha meghozta a döntést, akkor, akkor tényleg teljesen független ez a meccs, de nyilván kell neki az a megerősítés, hogy a csapat itt van mögötte, tudjuk, végre tudjuk hajtani azt, amit kér tőlünk, úgyhogy én azt mondom, hogy ezek azok a dolgok, amiben esetleg számíthat neki, de biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon nehéz döntés, de bízom benne, hogy tényleg pozitív kimenetre lesz a dolog. Ha még se vállalja, akkor te kinek örülnél? Hát, így most azért ez komoly kérdés, úgyhogy nem tudom, én bízom abba tényleg, hogy egy, most azt mondom, hogy itt van tőlem 15 méterre, tehát nem tudok mit mondani. És hallgat, akkor mondom, hogy mondj meg neki, hogy üdvözöljük, ha már szegény nem tudott nyilatkozni, vagy nem akar. Üdvözölnek a Klassz FM-ből a Balázsék. Jó, nem mondod semmit. Ezt, benne ezt szeretjük, ő a titokzatos ember, aki soha nem mond semmit, mindig nagyon kedves leveleket írnek, mint az MLS, de soha nem mond semmit, ezért szeretjük. Nyilván erre így nehéz válaszolni, persze, igen, hogy kinek örülném. Főleg, ha tele van a száda éppen, vagy hívják a tükörtöjéssel. Azt írják, hogy nyugodtan közel mehettek már az oroszokhoz, ők már nem sugároznak. Én teljesen közel vagyok hozzájuk, úgyhogy nekem szerdán már vissza is kell mennem. Hát nálad közelebb senki nincs hozzájuk. Senki nincsen, igen. Na jó van, Balázs, hát mi nagyon drukkolunk nektek, meg ennek az egész... Várunk titeket a meccsre. Köszönjük. Dárdai jelenségnek, köszönjük szépen, tévén keresztül nézzük majd. De nagy kalappal, és jó látni ezt a fajta hangulatváltást, ami most ott a magyar válogatottban történik. Nyilván minden eredményben a magyar ember belekapaszkodik, és meglátja a fényt az alagút végén, de hát ha ma még az oroszokat is sikerül megverni, amit a 36 éve tulajdonképpen nem sikerült, döntetlen volt pont a dárdaiékkal, de nyerni nem sikerült, akkor meg aztán az pláne nagyon-nagyon szép eredmény. Nagyon reméljük. Úgyhogy drukkolunk, jól? Ügyesek köszönjük, legyetek. Köszönjük. Vigyázzatok magatokra. Balázs, köszönjük szépen! Hello. Köszönjük, Zsuzsák Balázs! Hello! Köszönjük. Szimpatikus srác a Balázs is, nem? Kedves, de, helyes, abszolút. Abszolút. Gyerekek, kifújtuk a szakmaórát futballból, vagy nem fújtuk ki a szakmaórát? Jó, te készültél, ez gyerekek, látszott. Fábio Capello fizetése. Az nagyon nagy volt. Ugye levert a víz, az láttam, nagyon nagy volt. Láttam között előtte, kaptál egy SMS-t. Drohadjál meg, nem kaptam semmit. Vannak hibáim, az egyik a felkészültségem. Így van. Nem tudok mit csinálni. Hát ha futball, futball, gyerekek, ehhez is konyítunk egy picit. 8:30 volt pontosan, 6 perccel, hármas ugrásra lehet jelentkezni. Hánykor kezdődik ma a meccs? Nem akarok a... Este! Bocsánat, fújt ki a szakma orrá. Hát te fújogatod, de vagyok, hogy egy órája. Hát olyan szépen amba hagyhattam volna ezt a beszélgetést. Nem, csak vele akarok nézni. Na mindegy. Ákos hírei után jövünk. Posztok szerint lebontva a válogatott. Na jó. Ja, már nincs időnk, bocs. Ákos hírei után háros ugrást játszunk, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt pontosan 4 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Helyes SMS-ek jönnek még így a futballhoz kapcsolódva. Ugye Zsuzsák Balázzsal beszélgettünk itt a hírek előtt, szimpatikus volt, helyes volt, elmondta, hogy mi a helyzet most a magyar válogatottban, van egy kis fény, az alagút végén jókedvűek, és ugye ma barátságos meccset játszanak az oroszokkal. Ide egy hallgató, Bali, mivel megvertük a finneket, így nem jön majd a Mikulás? Ha az oroszokat is megverjük, nem jön már a gáz. Sárga küldte nekünk, köszönjük szépen, szellemes egyébként. A magyar focit nézem, és nagyon szurkolok a fiúknak. Maradjon Dárdai, de szerintem Mihelis Norbi is megérne egy telefont. Azért a világbajnokság a negyedik hely nem semmi eredmény, kicsit többet mutatott. Természetesen hát Zengő Timmel és a Mihelis székkel is nagyon jó a kapcsolatunk. Makóban vannak, és az időeltolódás miatt egészen egyszerűen csak nehéz volt kivitelezni, de hazajön és beszélünk természetesen Norbival, úgyhogy ez sincs elfelejtve. Hát gyerekek, a Citroenek mögött, vagy Citroen, milyen szépen mondtam. Aha, Lamborghini és a Lamborghini. Lamborghini és a Citroen, igen. Citroenek mögött negyedik helyen végzett, az is nagyon szép, igen. Úgyhogy beszélünk vele. Zsuzsák Balázs emberségéről szeretnék nektek elmondani valamit. A kisfiam kint volt a finnek elleni meccsen, és a meccs után Balázs kijött levezetni, oda ment a srácokhoz, és nekik adta a cipőjét. A kisfiam azóta azzal alszik, reggelizik, innen is szeretném neki ezt megköszönni, ezt Évi küldte nekünk. Ezt elfelejtettétek megkérdezni Balázstól, hogyha az oroszoknak gólt lő, akkor hazamehet még, mármint, hogy visszamehet, vagy azonnali szerződésbontás? Ez egy jó kérdés, hát nyilván nem, de az SMS az szellemes. Köszönjük szépen. Na,
Nézzük ma bele, gyerekek, hát ez már kutya kötelességünk ezek után, jó? De ugye nem ott tartunk, hogy jöjjünk össze és egy helyen, és nézzük végre meg. Dehogy jöjjünk össze, hát van barátaim, van családom. Mi is ugyanígy vagyunk ezzel. Dehogy is, nem csak nézzünk bele, nézzük meg. Én a himnuszt meghallgatom. Jó, a többit én magamra, a többit magamra vállalom. De így hívhatlak közben, hogyha kell segítség, ha valamit nem értek, miután ilyen nagy szakértő vagy? De mit nem értesz, hogy mi a szöglet, hogy mi a les? Hát miért? Honnan tudnám, hogy mi az a les? Hogy melyik gomb mi a távirányító? Hát mondjuk én azt sem tudom, de... HDMI 1, érted? HDMI 2. Valás, figyelj, hogy ha mit nyomni, akkor hogy nem egy... DVD. Igen. Gyerekek, na, hogy állunk? Van játékosunk? Biztos van játékosunk. Előtte egy közlekedés, illetve több. A Kerepesi és a Szent Mihályi út kereszteződésében nem működnek a lámpák. Nagy a torlódás, ez Perec küldte nekünk. Aztán M3-a 105-ös kilométer Budapest felé. Gyülekeznek a rendőrök a rekettyés pihenő helynél, biztos nem pisilni. Ezt Bazsi küldte nekünk, és azt mondja, hogy Kiskóhalas és Tázlár között a tázlári bekötőn két autó ütközött, kemény karambol, rendőrök, tűzoltók helyszínen, forgalom a Szántóra irányítva, ezt pedig Szaki küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig már is hármasugrást játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel, Balázs vagyok. Egy újabb Balázs, hello Balázs, jó reggel. Hello Balázs, ez ilyen Balázsos reggel, úgy látszik. Igen. Balázs, kérdeztek tőled egyébként valamit így első körben? Hát nyilván attól függ, hogy mit, ugye? Hát az ember nem tudja, de kérdezzél. Igen, én azt szeretném kérdezni, hogy valakinek ezeket a focival kapcsolatos információkat mondja a fülesbe, vagy mert biztos, hogy nem magadtól tudod. Nézd, így van. A műsorvezető egyik fontos kritériuma, hogy felkészült legyen. És félek, hogy ő itt a hibákra akarja felhívni a figyelmet. Nem volt. Gyerekek, a statisztikát is bemagoltam itt a hírek alatt, hogy mikor győztük utoljára, mikor játszott a dárdai a meccset, mi volt annak az eredménye. Parádés volt, tényleg. Lassan már elhittem, hogy érted. Hülye vagyok a focihoz, mint az állam. Én is kezdtem elhinni, igen. Nem, hát csak ha róla beszélünk, vagy a futballról, akkor azért valamennyit tudjuk. De egy számomra is meglepő volt, hogy például 36 éve nem győztünk, ezt az internetről szedtem, ez egy olyan statisztika, amit én nem tudtam. A dárdai meccsét, hogy ő játszott, azt igen, csak az évszámot nem. Most igen, meg ki igen, tudom cserélni a Balázs kérdéseit nehezebbekre, hogyha még egy kicsit arcoskodik. Picit pirítsá oda, jó? Mert olyan vége. Mit csinálsz, Balázs, merre vagy? Én kamionsofőr vagyok, és én most egy cukorgyárban állok jelen pillanatban, cukorrépát szállítok, és arra várom, hogy ezt a cukorrépát leüríthessem, és ezért szerettem volna ide bekerülni, most egy kicsit beszélgetni, ezt bejátszani veletek. De ez Ausztria, gondolom akkor, nem? Igen, Ausztriában. Azért kérdeznek, hogy Magyarországon van még egyáltalán működő cukorgyár? Igen. Hát innen hordják Magyarországra is a cukrot, igen. Igen, azért kérdeztem is, hogy Ausztria, igen. Jól van, Balázs, akkor nincs is nagyon segítséged, egyedül vagy. Hát nem tudom, hogy itt a kollégák éppen hallgatják-e, mert szokták hallgatni egyébként, attól függetlenül, hogy elég messze vagyunk Magyarországtól, de mindenki titeket hallgat, aki csak tud és érti ezt a nyelvet. De nem tudom, valaki csak ide szalad és majd segít, hogyha meg akarok. Vagy te lesz a olyan kedves esetleg és segítesz nekem valamiben? Janinak mondod, Feri? Nem, te vagy a druszál. Ja, meglátjuk. A druszál, ha lesz. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Klassz FM-es Morning Show-s nyakbalkasztóért. Melyik vulkán kitörése pusztította el az ókori Pompejt? Melyik ez a vulkán? Hűha, hát Jani, jól bekezdtél. El ne veszíts már itt az elején ezt film a is volt róla. Így van a Krakatau. Ne hagyd magad megvezetni. A Pompej. Ugye, hát elpusztult. Kitört egy vulkán, és az ókori Pompej elpusztult. Nagyon sok film készült róla, CG-ivel is csináltak filmet, ilyen nagy trükkök közepette. Hát ezt így eszembe itt az egy kamion vezetése se így nehéz. Hogy segítsek még? Semmi? A Vezú! Na végre! Jól van! Hát ilyen. És köszönöm, éreztem Feri. Igyekeztem mindent megtenni. Na menjünk tovább? Természetesen igen. Egy futballhoz kapcsolódó kérdés, mint a Jani érezte volna. Így szól a második kérdés. Ki az a német aranylabdás labdarúgó, aki a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt? Hát ez egy kérdés, még a laikusoknak is. Hát a laikusoknak is. Most már nem segít. Talán a Mateusz kapitány lehetett. Így van, Lothar Matthäus. Talán a Mateusznál volt ez a dárdai jelenség, akkor még Danubiusztunk, amikor mindenki egyöntetően maradjon, ne maradjon, menjen, segített, nem segített, de jó, hogy itt van.
Adja meg a volt négy telefonszámát. Itt még ronda nővel nem láttam. Hát, döbbenet. És mindegyik 20 év alatti. A csáva egy életművész. Egyébként zseniális. Na mi legyen, Balázs, menjünk tovább, vagy megállsz és elviszed a fixet? Hát mennyire érdemes tovább mennem? Lehet, hogy megállnék. Nem könnyű harmadik kérdés. Ez fix, ez megvan. Lehet, hogy érdemes. Ezt tudod. Jó, köszönöm, pedig. Akkor én köszönöm szépen akkor a lehetőséget, hogyha azt így mondod, hogy meg kell, hogy állj, akkor én megállnék, elfogadom ezeket. Jó, tanács, ez mindig a tanácsként, megfogadom. Megcsinálnád pedig, mindegy, azért bögre az nagy dolog, na mindegy. Feri az étezgében, ő az. Szállj ki akkor, ha úgy gondolod, nagyon sajnálod holnap, amikor meghalod majd a harmadik kérdést, mert akkor ezt Jani átmenti. Átmentjük. Jó. Átmentjük. Másodiknak. Igen. Oké, Balázs, akkor megvan a kis Morning Show segérelátét, reméljük használ még valaki ilyet, biztos, de egyébként képnek is nagyon jó, illetve a nyakbalkasztó. Jó? Nagyon örülök. Örültem, hogy beszélhettünk, ismételtem veletek, üdvözlöm a családomat otthon, biztos ők is titeket hallgatnak, és itt a kollégákat, akik itt ülnek, remélem ők is titeket hallgatnak, örültem nektek. Mi is örültünk, vigyázz magadra. Köszi a játékot, ciao. Minden jót. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, Kaposváron van még cukorgyár. Igen, az utolsó talán. Az utolsó bástyánk. Így van. 3 perc van pontosan, 9 óra, jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig, mivel ugye kedv van, Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt, 12 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Még mindig esik az eső, legalábbis itt Budapesten ablakot nyitottam, gyerekek, hát azért ez... Szóval komolyan mondom, ha engednénk, hogy hatással legyen ránk az időjárás, egészen komolyan neki búsulnék. Ez rettenetesen szomorú. Akkor egy szemmagasságban csak a lábaink látszódnának, ahogy imbolyogunk jobbról, balra. Komolyan mondom. Ilyenkor hogy rendeznek például focimeccset, ilyen csúszós fűben, ott mindenki rohangál esőben? Nem túl kellemes. Kemény meló. Ez kemény meló lesz este a fiúknak. Na de hajrá! Nem igaz? Így van. Most. Mindent vele. Mindenki egy emberként sorakozik fel. Így van. A magyar válogatott mögé. Gyerekek, egy szép búcsú lenne a dárdainak. Hát ha búcsú. Hát ha búcsú, de szerintem sanszos, hogy igen. M0-as 42-es kilométer az M5-ös felé áll karbantartás miatt, körülbelül 2 kilométeres a torlódás, Könyves Nándi küldte ezt nekünk. A 11-es út Budakarásztól áll a főváros felé, ezt Tomika üzeni, valamint a 42-es főúton a 46-os kilométer kőnél Berettyó Újfalú és Mezőpetert között van egy trafipax, ezt Figura küldte nekünk, és van még egy, az M1-es Tatabánya után a Győr felé vezető oldalon rendőrautókkal terhelt minden. Nagyjából 25-30 autót számoltam az elmúlt 20 percben. Vajon meetingre mennek valahova? Kérdezi Doki. 25-30 autó, gyerekek, az kemény. Zala megye Bagot belterületén mérnek a zsernyákok, ezt Danesz küldte nekünk, és igen, kerüljön mindenki Barbacs felé, ékezet nélkül jött, remélem jól mondom, aki tud, a 85-ösön a lámpa miatt csorna előtt az átjutás 30 perc, ezt pedig elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Kedv van, úgyhogy ez egyet jelentett. Kassa TV-vel folytatjuk már is. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Wow! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Hey! Tibi! 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 Kakasza TV, kakasza TV, ma. TV! Na mi újság van? De jó volt a székedben ülni, te jó ég. Most, hogy egy ilyen hónapig a székedben ültem. Itt, most, ezen, hogy... ja, tényleg ezen az oldalon. Ez az én székem milyen szak. Tehát ez a fapados, a tiédek, ez az ülésfűtéssel, ez az aranyérmasszázs, tehát a legnagyobb. Azt is masszírozta? Uh-huh. Azt nem tudom. Akkor nem az én ülésem merült, volt egy ilyen kis masszázs funkciót. Ez tegnap este volt, már megint kavarom. Na, de hogy azt akartam csak kérdezni, mert az előbb elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mi volt a legfurább, mikor hazajöttetek, és azt mondtad, hogy nem hazajönni volt fura, hanem inkább az egész kint tűnik ilyen izének? Nem, mert azt gondolja az ember, hogy 6 hét után hazajön, és itt minden kicsit fura lesz, életidegen, a családoddal is újra összebarátkozol, lakás, kocsi,
Hazajöttünk, és egy nap alatt nagyon sok stábtaggal beszéltem, mindenki átállt, és a kintlét tűnik nagyon... Jaj. Valami két a számon. Semmi baj, de ennyire hiányoztam, hogy elkezdtél hozzám hasonlóan köpködni a mikrofon. Pavlovi reflexek. Hogy a kintlét és az ott tartózkodott 6-7 tűnik egyébként nagyon furának. Nem az itthon lét, vagy az otthon, vagy a barátok, hanem amit ott voltunk kint, nem? Az egész egy ilyen fura valami, ami ott volt. És, úgyhogy nincs semmilyen átállás. Mi volt az első kaj, amire szívtad magad már a repülőn? És ahogy leszálltál és megállt az első étterem, rögtön betoltad. Én annak idején csak segítek, én Kínában az utolsó 2 vagy 3 hétben rántott sajtra változtattam a Facebookon a profilképemet, mert annyira szívtam magamat egy rántott sajtra, olyan Janihoz hasonlóan. Na Viki csinált egy lecsót, az nagyon jó volt, meg édesanyám egy húslevest, ez volt. De olyan nagyon-nagyon nem volt az úristen tényleg, tehát ott kint jobban a hiány miatt. A Viki csinálta? A lecsót? Hát miért nem szólt a szolgátoknak? Ha, kimerős volt. Miért nem küldte ki zsánt a konyhába? Nem, Viki csinált egy jó lecsót, az jó volt, amikor nem ehetsz dolgokat, jobban kívánod, aztán hazajössz, rájössz, hogy bármit ehetsz, és akkor egyből az inger kicsit meg is szűnik. Tehát inkább maga a tudat volt erős, hogy nem tudsz bármit tenni, amit szeretnél. Tehát nem volt ilyen, hogy hazajöttünk, betérdeltünk így a hűtő elé, nem, Jani? És hát akkor azért Janit várd meg szerintem, hogy hova térdelt. Jogos a kérdés, de gondoltam, ez a harmadik kérdés lesz majd. Figyelj! Parasztarhonya, a rólam elnevezett parasztarhonya, ez volt az, amire rettenetesen rá voltam gyógyulva, ugyanis Moni küldött nekem egy ilyen fotót, amely ki ugye Afrikába, és rajta volt egy nagyon helyes kis tál lecsós tarhonya, amit a nővérem készített, és megláttam a tarhonyát, és mondom, ez a házi is ilyen parasztarhonya volt, és teljesen kikészültem tőle, és onnantól kezdve bármit ettem kint Afrikába, csak ezen járt az eszem, és akkor hazajöttem, akkor az én jó nővérem készített nekem gombás tarhonyát, ilyen parasztarhonyát, 3 napon keresztül ettem, és hogyha nem fogy el, még most is azt eszem, egyszerűen nem tudtam megunni, zseniális. Vannak szavak, amik olyan rondák, nem? Ilyen a tarhonya. Annyira tényleg annyira paraszt. Egyben a paraszt tarhonyával. És hogy paraszt tarhonya, ennél kevésbé tudok rondát elképzelni. Látod magad előtt az étet, hogy paraszt tarhonya. Marika, csinálnál nekem abból, amit a múltkor is csináltál, a tarhonya. Apró kicsi szemcsét. Nem mondd! Nem? Abból a kis apró, kis pici, kis pirított, kis pisztott darabokból. Legyen egy ilyen játék. A fekete-fehér igen-nemet váltsátok át, a nem mond ki a paraszt tarhonyát. A legtöbb gyerekkel ezt a menzán utáltatták meg, hogy tarhonya. De hát ilyen szóval ételt készíteni, csináltam egy adag tarhonyát, ott van a tűzhelyen. Nem, most te mind mondod, hogy tarhonya. Egy az egyre a nővérem volt. Tároskám, ott van a tarhonya, a rezsón, meleg is, meg azt egyé. Még de már, Janika, már mit főztem neked? De neked akkor nem a kinézetével van bajod, mert a beluga kaviárhoz kísértetésen hasonlít. Én hanem csak a kaviárt, se a tarhonyát. Se a belugát. Én nem, semmit. Semmiért, ami pici, apró, és ez, a tarhonya az ehetetlen. Tehát az abszolút ehetetlen. Micsoda? Én nem szeretem. Én ezt a menzán velem ezt megutáltatták. Figyelj, én élek halok érte. Emlékezett, menzak olyan ízetlen tarhonya, mócsinga. Tehát nem hús volt benne, ez az ipari tarhonya volt. Az a kis, hogy jöják, ilyen géppel készített. Nem, ezek olyan kis házias, jó, és megpirítva utána felfőz, és mondom, ezzel az a kis gombás szószal, úristen, de finom volt. Nagyon jó volt. Úgyhogy ez. Paraszt tarhonya, belug a kaviár, akkor ezzel... Nem ettem, dehogy ettem, mondom, hogy húslevest ettem, meg lecsót. Viszont egy köszönettel tartozom nektek, mert addig karácsonyoztatok kintről, Afrikából, hogy nálunk elkezdett begyűrűzni a karácsony. Konkrétan azon kaptam magam, hogy bárhova nem figyelek, éppen a lakásnak valamelyik sarkába, onnan valamilyen télapó sapkás, valami Mikulás, baseballjátékos kisangyalka, fölragasztott műhópej, tehát szépen lassan úgy néz ki a házam, mint a Mikulásnak a szerelmi fészke. Tehát, hogy egy ilyen teljesen beteg. De ez nem azért van, mert laposodik a szexuális életetek? Szóval, amivel föl kell. És ezek egyébként nem mások, mint illatgyertyák, hogy kicsit beinduljál, ilang-ilang, gínzenges. Én, aki egyébként, de jó, egyikötök szemét csátom már, szóljatok, visszahívlak. Témához kapcsolódóan keresek valamit. Ekkora kamus vagy, úgy mind Isten. A ketten ülnek velem szembe két-két telefonnal, és már senkinek rohadtul nem látom a szemét. Ha nem vagy itt, akkor ezt az érzést én érzem, úgyhogy hidd el, tudom mi, hogy nincs szemkontaktus. 20 perc, már is megyek, már is, tartsatok velem. Hogy én, aki utálom a karácsonyt, a hangulatától menekülök, a karácsonyi daloknál vízbe ugrok, nem tudom minden, konkrétan azon kaptam, hogy a párom meg ilyen karácsonymániás, és mindenről valami hópehely, valami sapkás, valami piros, valami fahéjas. Ez nálunk most hatványozott, mert ugye nőknek az utolsó harmadban, amikor ugye állapotosok, hiszen a nők nem terhesek, hiszen az nem egy terhes állapot, persze, nyilván, akkor a fészekrakó ösztön még jobban kijön.
Tehát a Viki konkrétan március óta gyűjti a karácsonyi díszeket, mi már húsvétra készülünk, úgy nézünk ki, mint egy feldíszített karácsony. Azt hiszem, hogy a fészek a köztőből az, hogy és a szalmaszálakat gyűjjük ki, sárgakat, tollak. Képzeld, a múltkor a fürdőszobában három gólyafiókát találtam. És ilyen hangot adtak. Nem, hát ugye, ha valaki teres, akkor még jobban, ez egy ösztön állítólag, ez a fészek rakó ösztön, mert a Viki mindent begyűjtött, úgy nézünk ki, mint egy ilyen kiárust, egy garázsvásár. Csak most tudom, hogy mit érzel, hidd el. Csak most mondom, kicsim, hogy akkor a Morning Show után irány a nőgyógyász, jó? Tehát, hogy ezt most... Hát lehet, hogy ott is. Nem kell az még gyógyászhoz menni, tudatlan vagy, vesztek egy csíkot és rápisíltet. Jó, ehhez, vagy emiatt még nem ennyi. Ha csak a gyanú van, az elég egy tereség. Ne te pisíj, ez fontos. Most melyikünk pisíj? Ez nagyon fontos. Ugye? Hogy jó. Kezdjük el akkor össze-vissza pisilni, mindketten azt valami kijön. Ha gyanúsan gyűjtöget, világít, felrak, kidíszít, feldíszít, gyűjt, vesz... Kívánja a savanyút, émelyek! Ajajaj, akkor viszont együtt érzek. Ha nálad... nagyobb a baj, mint a közelgő karácsony. Tibi, hogyha nálad is kimutatható a terhesség egy vizelet mind alapján, akkor valamit lenyeltél, amit nem kellett volna. Igen. De nálad szerintem igen terhesség van. Igen. Szóval egy csíkot tudok ajánlani. Jó, akkor belém is raktam, hogy le is vert a víz. Egy csíkot tudok ajánlani, ez minden probléma. Egy csíkot tudok ajánlani. Gyere. Már jó is lesz. Hidd el, hogy már jó. Te jó. Meg az patika azért nem ennő gyógyászat, az patikával meg tudod. Jó, ebben nem, most esküszöm, most ebben a víz. Mindegy, visszatérve a lakás feldíszítésére, értem. Értem, mit mondasz, nálatok is, hogy mi 6 hónapja díszítünk és készülünk, és igen. Tehát, hogy és azon, átérzem ezt a dolgot. És azon kapod magad, hogy elmész otthonról, majd hazamész, és a fűtéscső ilyen színes gyöngyökkel így be van tekerve. Igen, valahol kicsit egyébként ugyanakkor jó. Egyrészt nem kell megcsinálnod, kettő hangulatba jössz, három kicsit ilyen mézes kalács házba vagy lakásba mész haza. Én bírom, én rájött, én évek alatt velem ezt a Viki megkedvelt. Gyerekek, csak a lenti nappaliban 6 adventi koszorú van, hagyjad. Tehát, az talán egy picit valóban erős. Figyelj. Én tegnap, amikor bebikáztam az autómat, ott jöttem rá, hogy tényleg könyörtelenül itt van a karácsony, hogy a Viki elrejtett egy karácsonyi illatosítót a kocsimba, hogy hangulatba jöjjön. És beültem először a kocsimba, és mondom, mi ez a fahéj illat? Felhajtottam a kesztyűtartót, és egy ilyen kis rózsaszín karácsonyi illatosító, és mondta Viki, hát, hogy én érezzem át a karácsonyt. Mondta, hát tényleg illatosított rejtesz a kocsiba, és totól 6 hét alatt vágni lehetett a fahéj illatot a kocsiba, olyan szag volt. Örültem neki. Tehát, ha ilyen villogó karácsonyfa dísztesz a párom a Wunderbaum illatosítom, akkor tudjam róla, hogy ott már ez már picit beteges. A taxikban már van a kis ledes karácsonyfa, amit átkapcsolsz, és villognak a ledek a karácsonyfa, és 9 voltos kis elemmel működik. Emlékeztek? Nem mondta, hogy ilyet nem teszel majd a kocsikba. Én nem, de mire kimegyek, szerintem már benne lesz. Tehát, hozok neked ilyet. Gábor elkezdte már nézegetni otthon a mézes karácsony recepteket? Egyébként biztos, hogy lesz. Tehát, hogy egyébként a bátyám ebben a nagy felbújtó, mert ők díszítik ilyen baromira a kéglét, és akkor a páromat látja, hogy szabad, és azt hiszi, hogy nálunk is. Ezúton üzenem, hogy nálunk rohadtul nem. Tehát hazamegyek, és kivagdosom. Tehát tényleg mindenen, minden hangfalon, vagy minden kiálló dolgon, ami van a házban, arról lógatja a lábát valami Mikulás szerzet. Tehát, hogy ül valami kis manó, akinek Mikulás sapkája van. Meghúzod, mozgatja a lábát, visszaszám, lejön, van olyan, aminek ilyen kis izé van az alján, ilyen visszaszámláló, és akkor tekergeti, hogy hány nap még karácsonyig. Igen, de a férfiak kicsit ilyen álmacsók, azt mondják, hogy ez minek, az minek, aztán ha belenézel nagyon mélyen a lelkedbe, akkor rá is egy kicsit szereted. Tehát az ünnep attól ünnep, hogy feldíszíted a lakást, kicsit rákészülsz. Én gyűlölöm az októberi kellemes ünnepeket a bevásárlóközpontokban, de így november közepén, ha a lakás átkezdel, akkor nem rossz az. Hazamész kicsit, szól a zene, ráhangolódsz, rájössz, hogy még mindig nem vettél senkinek semmit, pedig december 23-a van. Felveszed a piros tangádat, beöltözöl Mikulásnak, tehát nem rossz az egyébként, aha, nem? Jó, nagyon utálod? Nagyon tudom, hogy kinek fogok ilyen karácsonyi árrímelős versikiket küldözgetni a egész karácsonykor. Én csak imádom. Angyal. Kicsi angyal száll be ablakodon, nyisd ki neki a szeretettel. Karácsony száll az ágra, kapsz egy-két puszit, de nem a szádra. Utálom. Egyébként egy pár éve ez kiment a divatból, szerintem ezek lecsengtek. Kiment a divatból, de téged leszpemmellek most vele. Azért, mert te most így ráhangolódtál. Jöhet. Jó, téged. Én mindennek a ronda verzióját visszaküldöm. De egy csinálunk ilyet karácsony előtt. Igen. Hogy bemond valaki egy első sort. Igen? És meg kellett csinálni a rímet. És kell csinálnunk egy 6-8 olyan hasznos percet, amikor improvizálunk ilyen karácsonyi üzeneteket. Olyan primitívet mondok neked, hogy nagyon örülsz. A fejembe van 26, nagyon primitív. Jó, hogy akkor legyen egy ilyen adás majd, amikor ezzel bekezdünk, egy 10 percben improvizálunk ilyen karácsonyi köszöntőket, az első sor valaki, és a másodikat vinni kell. Jó, és rá kell jön egy jó kis ünnepi karácsonyi rímmel. Jó, de nem az előrehozott agresszív karácsonyi dekorálás a házamban az, ami ma reggel böki a csőröm.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezzel ti hogy vagytok. Jön a telefon, csörög, nem központi szám, hanem valami teljesen ilyen átlagos civil szám. És kezdődik a beszélgetés. Vonalas, tehát... Nem, sima valami mobil szám, de sima átlagos. Nem tudod, hogy egy ügyfélszolgálat hív. Jó napot kívánok, Kis Jóska vagyok, az XY cég rögzített vonaláról. Akkor, na, akkor már görcsbe a gyomrod. Ti akkor még szeretitek? Itt már letettük. Itt már vége a beszélgetés. Köszönöm szépen, nem tudok segíteni. Paf! Jóska Pista vagyok, nem tudom, rögzített vonaláról. Na, akkor izé. Alkalmas időben zavarom-e? Ugye mihez képest? Tehát tököm se tudja, hogy mit akart, de hogy alkalmas, nagyon alkalmas. Mert biztos, hogy izé. Ugye, tehát itt már elindul egy beszélgetés. Jó, nagyon ritkán megyek bele. A múltkor belementem egy ilyen beszélgetésbe, emberünkkel a rögzített vonalon. Még talán valami csomagot is váltottam, nem nagyon foglalkoztam a dologgal. Elég ilyen, én nem tudom, tirpák volt egy picit a csávó. Tehát, hogy nagyon ritkán van ilyen, de ő ilyen bicska nyitogatót, kétszer rá is szóltam, hogy tesó, hajtsuk meg. Tehát már végén így beszéltem vele, tesó, hajtsuk meg. Igen, de ne felejts el, kedves ügyfelünk, nagyon fontos, hogy kikapcsolás után kapcsolja vissza a telefont, mert különben ki van kapcsolva. Tesó, igen, nagyon nagy, fér, nagyon. De nagyon kedves voltál, hogy ebbe így belementél. És hát, ezt az emberek 90%-a viszonylag hamar rövidre zárja. De nem, mert valamit, volt valami, hogy érdekel, valamivel felkeltett az érdeklődésre. Igen, és akkor elindult. Nagyon-nagyon fontos, hogy na most, ahogy kiáll az esőben, nagyon vigyázzon, hogy az esernyő tartsa a telefon, és mondom, tesó, sokkal rövidebben, pörgessük föl. Nagy nehezen letettük a telefon. Na, eddig lement. Tehát, hogy ezt egy Balázs be tudja nyalni. Én is benyaltam. Többet nem fogom. Majd jön az SMS, hogy értékeld a hívást. 1-10. Na, ezzel már végképp nem szoktam foglalkozni, de mivel a csávó nem volt szimpatikus, és az egész, ahogy lebonyolodta, nem volt az. Nyomtál egy nullást. Nem voltam. Nagyon rossz arc, mondom, de gyere, nem mondom, hogy azért mégis legyünk követek. Adtam egy 5-öst. 5-öst adtál? Egészen jó szíved. Adtam egy 5-öst, mert már érzik, hogy valami nem tetszett. Te ideig elmennél? Soha. Soha. Te hogy soha nem értékelnéd a hívást. Tehát, hogy még értékel, nem szoktam. Vagy a vonal végén mondják, hogy maradj vonalban, hogy értékeld a hívást, azonnal megszakítom. Tehát van ilyen, hogy ugye a vonal, tehát beszélsz egy ügyintézővel, és utána megkér egy automatank, hogy maradj vonalban, és értékeld a hívást, és akkor ott pontozhatod. Na, eddig soha nem jutottam el. Tehát olyan, hogy SMS kapok, olyan nem volt. Nekem mindig vonalban kellett maradni. Jani, tuti értékelő. Hát én úgy szoktam értékelni, hogy jó napot kívánok, alkalmas időben hívom, nem. És esetleg egy később idővonal, akkor sem. Viszont hallásra. Én már nem megyek bele semmi. Soha? Én azt hiszem, soha. Bele. Ez vagy nem. Banki alkalmazott, vagy autós nem. Cég, vagy pedig a telefontársaságottól akar valaki rátarhálni egy csomagot, de a legszebb, hogy van, aki nem engedi magát lerázni. Bocsánat, nem. De még azt szeretem, de elnézést, rosszkor. De akkor mikor hívhatom vissza? És egyre ingerültebb, és nem hagyja, hogy letedd. Olyannal beszéltetek mi már? Igen. Nyomd ki a gombot. Hát, igen, de te megpróbálod azért kultúrára. De lefogja a kezedet. Igen. Hiszen már ott áll melletted. Hiszen ott van melletted. Hiszen hurkat tesz a nyakadba. Csak azt szeretném kérdezni, de nem, köszönöm szépen. És akkor mikor lenne alkalmas? Biztos, hogy nem. Nincs olyan időpont, amit meg tudunk beszélni, hogy visszahívjam? És nem hiszed honnan el. Tudod? Nem, szegényeket én értem. Persze, egyfelől megérti őket az ember, mégis csak ez a munkájuk valószínűleg. Megkötött szerződések után kapják a pénzüket, biztos, vagy persze. Jutalékokat, meg ilyesmit. Tehát, hogy igyekeznek pénzt keresni. Azt megszoktátok kérdezni? Viszont... Tudod, mi a legjobb ebben, amikor úgy hív föl, hogy azonosítsd magad. És mondom, uram, ne haragudjon, ön fölhívott engem egy idegen számra, komolyan azt várja, hogy mondjam be az anyám nevét, a születésévet, mondom, hát akkor hívjon vissza ezen a számon, és akkor majd igazolja ez a munkahely, hogy itt dolgozom. Uram, gondolja, hogy most én vissza fogom önt hívni. És teljesen váratlan följön, hogy mondja, hogy akkor el tudnám mondani a születésévét, az anyja nevét, és mit tudom, a lakcímét. Mondom, uram, nem gondolja komolyan, hogy fölhív valamilyen számról, és nyilván teljesen egyértelmű, megadom az adataimat, tudod, én majd nagyon paranoiás vagyok, de ilyenkor azért így megszólal a csengő. És kicsit sértődötten azt mondta nekem múltkor, hogy hát akkor tegyen már meg, hogy én visszahívom ezen a számon, és akkor ott majd igazolják. Mondom, uram, ne haragudjon, nem. Azt meg szoktátok kérdezni, hogy elnézést, honnan van meg az én számom? Én ebben már bele sem megyek. De az a legszebb, ott kezdődik a kamúzás, hogy véletlenszerűen hívtuk fel. Mondom, oké, csak úgy szólított, hogy Rákóczi. Tehát, hogy... hát, uram, hát pont passzolt az a 9 darab szám, vagy 10 meg a neve. Csak maga lehet. De visszatérve, nem ez a lényeg, mert nem ide akartam kifutatni még. Ugye én megadtam ezt az értékelést, hogy tetszett a beszélgetés. Sehogy, mondom, nyomok egy 5-öst. Tehát tényleg nem is akartam, soha többet nem fogok. Eltelik 2 nap.
És visszahívnak, hogy miért ötös? Eltelik két nap. Jó napot kívánok! Kis Piroska vagyok, a nagyanyám rögzített vonaláról. Maga nemrégiben adott egy ötöst, hogy beszéljük már meg, hogy mi volt ennek az ötösnek a hátterébe. Mondjuk én egyébként ezt szeretem. Tehát, hogy azért, akkor, ha belegondolsz abba, hogy ez rólad szól... Akkor mostantól Balást hívják, mert ő szereti, jó? Tehát ő ma, várj, most... Ha már olyan hülye vagy, hogy bepontozott, vállald az ódiumát, hogy akkor utána visszahívnak, ne pontozd be! Ha bepontozod, akkor ők tudni akarják, hogy miért ötös, vagyis javítani akarják a szolgáltatás effektíve. Egyébként ez nem egy rossz rendszer, ha belegondolsz, hogy, hogy minőségbiztosítási szempontból javítani akarnak a rendszeren. Bepontozod ötösre, majd kiborulsz, hogy visszahívják. Hallgassa meg, hát Balázs, ő azért ül ott, hallgassa meg, hogy ötöst kapott, tehát ott valami véleményes, hallgassa meg, és értékelje ő maga. Tehát, hogyha én, akkor viszont kapjak fizetést a cégtől, érted? És akkor legyek én HR-esennél a cégnél, ezt veszek én majd fő jó alkalmazottat, érted? Tehát nekem azért ennyire ne kelljen már minőségbiztosítanom. Tehát, követted el a hibát, hogy bepontoztad. Amit egyébként ő komolyan vesznek. Hát akkor ne pontozd be. És itt belementél a beszélgetésbe, vagy... Mond, nem, itt ugyanegy elindult, hogy alkalmas időpontban hívom. Hát mondom, tudod, miért nem pontoztad le őt is? És akkor még visszajött volna valaki, hogy uram, ön két beszélgetést lepontozott. Nagyon érdekes, hogy erre viszont nem kértek pontot. Most viszont még küldök rá egy hármast. Küldj egy hármast, és a vezérigazgató fog már felhívni, mert odáig neki, hogy van egy ember, akit mindig mindenkit lepontozott, hívjuk már vissza, hogy ki ő. Pontozd le őt is. És az anyát hív hármas. De én vagyok Tibi hármas. Nem, nem. Legyen egy új mozgalom ma, hogy ma bárki beszél bárkivel. Pontozza a beszélgetést. Letette a telefont, és pontozza le 1-től 10-ig. Hogy tetszik. Mennyire volt elégedett azzal, akivel beszél. És át kell küldeni neki a pontot. Küld el neki a pontot ma. Anyám hívni fog engem ma az adás után, jó. Hogy jaj, kisfiam, nem így beszél anyám. De, tehát igen, tehát hogy... Jaj, megint beszorult a vidás Facebook. Jó, ez tetszik. Ma mindenki pontozza a beszélgetést. Akivel beszél. Legalább egyet pontozzá le, hogy beszélsz anyáddal. De nem csak a rokon, tehát a munkaügyben beszélsz, főnököddel beszélsz, küldj neki után 1-től 10-ig pontozunk, küldj neki után egy pontot, hogy 3-as. Mert ez mind nem baj, ha nem érti. Mert ez mind mozgalom, ez tök jó. Érted, hogy érzed, hogy... Ezt bírom. Jó? Ezt tetszik. Legyen jó. Akkor ez ma a nagy pontozás napja, és ha már a pontozásnál tartunk, félve kérdezem, hogy... De Balázs az elején még velem volt. Most már SMS-be küldjük el a Tibinek mindannyian, jó? Várjál, kasza Tibi. Én megadom, én azt azért adom meg, mert ez engem is szokott idegesíteni. Tehát, hogy fölhívnak, rádrontanak, igazold csak magad, mondjál adatokat. Hogy ne pontozzak, akkor én abban meg én hibáztam, hogy részt akartam venni az ócska kis játékunkban. Ez adható. Hármas szintű, abszolút indokolt. Ami jogos, azt megadom. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Nehezemre esik ezt az ítéletet meghozni, mindig nehezemre esik, de ezt megadom. Ami jár, az jár, ez valóban tud idegesítő lenni. Tegnap előtt a Wikit este 7:30-kor hívta föl az egyik autós cég, hogy akkor miért nem viszi át oda a hitelt, meg mit csinál. Este 7:30-kor magánszámról kezeltem az ügyet. Az történt, hogy a Feri viszont SMS-be küldött nekem egy egyest. Hogy ezt nem tudom, hova tegyem. Nem, a legszebb, hogy úgy van benne a telefonodban, hogy Danubius Rákóczi Feri. Tudod, annyi Rákóczi Feri, hogy Danubius Rákóczi Feri. De miért nem az van benne, hogy mi nagyon jó. Danubius Rákóczi Feri nagyon jó. Rákóczi Feri úgy jó. Nem sűrű frissíted a névjegyeidet. Danubius Rákóczi Feri nagyon jó. Na akkor most babonából valljatok szint. Ötödölős Héder Barna, tudod? Vagy Torpedós Dévényi Tibi. Jó, valljatok szint, valljatok szint. Mindenkinek a frankó neve van, vagy 5000 olyan telefonszámod van, hogy Kerekes Józsi, Szimeringes Pista, Beázós Tomi, nem tudom, Kábeles... Besírnál, ha megnézed a telefonomat. Kábeles Gyuri. Tehát azért, hogy... Igen. Nevet fel. Nevet fel, Peti. Nevet fel, 1-2-3-4-5. Menekülj tőle, nevet fel. Én még munkatársakat is átnevezek. Tehát nálam még a programigazgatónak is más neve van. Hát például a horvát Anita, ugye, akit a promóciós osztályon dolgozik, vagy a CSM, vagy nem tudom. Klassz FM promó Anita. Hát de hogy? Hát most beírod, hogy Anita, nem biztos, hogy tudod. Mindenkit mindenhez kötni kell. Ez egy másik téma kell, hogy legyen. De ezt egyszer behozom, hogy mihez kötünk embereket. Mindegy, a lényeg az, hogy régen volt egy olyan telefonszám, és nekem elment, vagy Lyukas Zokni Nikol. Ezt majd egyszer elmesélem. De jó volt legalább. Azt hittem Juga Veronika, mondom, úristen. Volt egy Lyukas Zokni Nikol, ez egy szép történet, de elmesélem. Olyan keze volt. Na, figyelj, megyünk tovább. És hát nektek húsba vágó dolog, én innentől kezdve hátradőlök, én laza vagyok,
én nekem semmi gondom nincsen, de nektek egy nagy pillanat jön megint. Minden évben eljön nektek az a gyönyörű pillanat, amikor kamera elé álltok. Jézusom, Tibi, nem. Méghozzá az én kamerám elé álltok, modellt csinálok belőletek, ma lesz a fotózás, na, a céges Rossz FM fotózás. Legalább velem van melód. Tehát mondom a ma reggelt, hogy hogy zajlott, én ezt már mondtam a srácoknak. A Balázs meglepődött, hogy hozni kellett másik ruhát. Gyerekek, így hát kezdtük. Most csináljuk, ha engem egy központi e-mailre tesznek rá, amit 3 éve nem nézek. Hát én nem kapok erről egy személyes e-mailt, én nem nézem a klassz.fm@sebestyen.hu, ahol Szani Roland szóvicceket küldözget körbe a cégnek. És balhírez, tehát hogy halál komolyan, ez a kabusz és az összetünk, ami van a az egynapos fotózás. Most kimegyek a kocsimba, ott még szerintem találok valami régi tenisztucot, amit 6 hete betettem, egy gyűrött Federer pólóba tudok még felvonulni, illetve hát a Janinak a fiókjaiban vannak ilyen pótkeki céges, celeb vagyokos, Danubiusos pólók, azt az még fel tudom menülni fog neki. Azért örülök ennek, hogy van nálad kint egy teniszpóló, mert a fotózás koncepciója egész vélete pont a tenisz. Látom a központi e-mailezést, és egyben felszólítom a kollégákat, hogyha valaki velem valamit szeretne közölni, küldje el a K-betűse, mert nem nézem a klasszfm.hu-t, mert 2 éve lejöttem róla, mert ilyen teljesen értelmetlen, Józsi küld Anikónak egy viccet, Péter visszaér egy másik viccet, röv, smiley jelek mennek, nem, tehát én erről lejöttem, én azóta nem látom ezt, és állítok, ez ott ment, hogy ma van a fotózás. Bizony. Én küldök is egy SMS-t erről Torony Zsuzsina. Torony. Szürke nadrág, kék ingel, fekete nadrág, piros ingel, szürke zakó, fekete gatyával, hoztam volna 600-at, de én nem hoztam semmit. Tehát én egy dolog miatt voltam nyugodt. A Feri gyakorlatilag már modell. Tehát, hogy ő neked te hoztad. Te nekem van, persze. Fekete inget kértetek, az van. Kétszer. De tök profi. Hát az inget profi. Én vagyok a nem profi, és én nem is kérem másat, csak nem látom azt az inget. Várj, csak én próbálom képben elképzelni, mert külön lesznek lefotózva, de a grafikus utána majd egy képre rak benneteket. Tehát akkor lesz egy olyan csoportkép a Morning Show-ról, ahol te ott állsz egy gyűrött teniszpólóban. Nem, egy kapucni is nem gyűrödben, ami most van rajtam. Feri ott lesz gyönyörű, snájdig elegánsan, Jani meg egy ilyen mászószedben, vagy valahol. Te én mit hoztál? Készültem. Jaj. Mit hoztál? Hoztam egy normális farmert, 2 pólót. Normális farmert? Farmert kérte? Farmert kérte. Ah, gyerekek, farmert. Az van rajtam. Nekem? Mi kell még? Megvagyunk. Igen, ez már is megvagyunk. Nagyon jó, mit kértek még? Hát de majd a stylist hoz valamit biztos, nem? Kezdek szorongani. Ne, jó, hogyan készültök erre, mert ti azért nem vagytok úgy fotózás szerelmesei. Mondom a Ferit, csak azért venném ki, mert ő profi modell. Én úgy készülök, hogy nekem 1:30-kor el kell mennem, ha nem vagyunk ez akkor is. Tehát én annyira fogok készülni erre a fotózásra, hogy az órát nézem, hogy mikor tudok elmenni. Tehát ezt várja, minden... 1:30-kor el kell mennie, de csak 12:15-re tud oda menni. Ja, és viszonylag későn érkezem. Tehát az lesz, mehetsz. Na most én nekem aztán olyan tök mindegy, Balázs, hogy rólad, tőlem háttal odállhatsz. Az a baj, jó a fotós, jó az alany, Tibi, odállunk 5 perc alatt meg vagyunk. Aha, csak tényleg ne rutinból nyomja, úgyhogy egyikünk eset a parolja. Ne kérd tőlem csábos mosolyt, ne kérd, hogy vetkőzzek le, jó, és ne kérd maga tőlem, hogy dobjam magam a kamerának, mert hogy nem nő vagyok. Mondok árulkodó jeleket, jó? Tehát, hogyha véletlen meghalnátok a még több bőrt, az higgyétek, hogy beindultak valami régi reflexek, jó? Tehát az nem nektek szól. Illetve, hogyha fotózás után egy 10 perc, 4 órával elkezdelek hívogatni, hogy neked milyen volt, az is csak egy ilyen rossz Pavlovi dolog. Aha, tehát és a szünetben nem leteszed magad mellé a telefont, hanem magad elé akasztod. Akkor már látjuk, hogy már valamelyikünkre nagyon rágerjedtél. Figyeljetek, készülök egyébként, mert tudom, hogy a múltkor is volt egy picike görcs az elején, és hogy ellazítsalak benneteket, raktam nektek össze olyan dalokat, amik egy picikét ellazítanak benneteket. A zene nagyon fontos a fotózásnál. Itt van egy ilyen 5-ös szetet összeraktam, amire majd lazulunk. Ezeket kimondtan csak ti kapjátok. Fotózásat figyeld. I'm sexy and I know it. Ez a Janinak, ahogy rámozol a kis testével. És kettő. Puskás Peti bátorság próbáján, te már táncoltál egy nagyon. Azt a táncot tudod hozni, akkor megvagyunk. Megvagyunk igazából. Jani erre először bevadul, erre beindítjuk a Janit, jó? De hogy legyen rajta egy És blender. És gyere, ez nézd bele, ez az. Gyere, csücsönj, szólj egy csókot, ez az, baby. Még több bőrt. Na nézzük, mi van még, amiről lazulunk. Ez a Feri. Ez miért? Ez csak a Feri-é. Feri-nek. Ez a Feri. Adjatok rá egy svájci sapkát, csináljátok meg olyan forgácsosra, szeszélyes évszakosokra, csináljátok a Feri-t. Hívajúsz neki, jó lesz. Tántorogjál, Feri, tántorogjál. Akasszál kolbászt a válladra. Dobjál a kolbászt, fogj egy malacfejet a hónod alá, azt fotózunk, Feri, fotózunk. De megyünk tovább. Mi van még? 1, 2, 3, 4.
érkezem a fotózásra. Jön a Balázs. Parkolok. Most még csak parkolok. 12 óra 15, Baliben parkol. Hey, hova igen. kell menni? Csörög a telefon. Felveszem. Halló, ki az? Itt vagyunk a harmadikon. Gyere, Bali, jövök. Nem ott tudok beállni. Akkor föl sem megyek. Besillogó kirak. Már ott is vagyok. Dobjuk a fotót. Besétálsz. Besétálsz. Nagyon lazán mindenkinek. Köszönsz. Mutatod. Hol a kávé? Itt a kávé. Megiszom. Nyomja Tibi. Villan a vaku. Már itt se vagyok. Szevasztok. Na, mi van még? Nem, ezzel meg vagyok, nem? Jani, már megint mit csinálsz a budin? Jani, fotózás van, gyere ki a budiról. Igen. Tibi publikálatlan képeit megtaláltam egy laptopon. Jani, gyere ki a budiról, 10 perceben vagy, légy szíves. Jani, az nem a te telefonod. Gyere ki a fotóalbumomból. Jani, hárman várnak a budira, gyere ki a budiról, légy szíves. Na és a végére? Újra Balázs! Ez most valamelyik lány műsorvezető. Piros. Kisó. Oh, piros. Ó, oh, kisó. Ó, oh, megjöttek a csajok, nem? Nem bört. Ez az nem, kisó. Ez Roli. Ez az Roli. Ez az Roli. Megjött Roli. Megjött Márkó. Megjött Roli nagyon másnaposan. 30-ra. Mert fölkészültem, gyerekek? Nagyon. Igen, megvagy. Tehát van zene? Ha még lesz catering is, egy kicsi teasüti, egy kicsi cappuccino, Tibi, engem megvettél. Catering? Én persze. Hozzá vagyok szokva. Egy forró cappuccino. Meg legalább egy 20 gigás memóriakártyát most csak összeszedtél valahonnan, mert tavaly nem volt az. Igen, talán most három fotóval válogatunk egész évben. Igen, most már talán lámpáink is lesznek. Ki készül szerintetek a legkellemetlenebbül erre a fotózásra? Tehát ki az, aki szerintem ezt mindenki annyira rühelli, és mindenki annyira túl akar lenni rólunk, akik sokat szerepelnek, azt gondolják, hogy mi ezeket szeretjük. Hát ez a legkínosabb, állja oda egy géppel, azt nagyon mosolyogja. Ezt szerintem egyébként mindenki szívből gyűlöli, mert hogy nem természetes, hogy vakuban nagyon mosolyogni. Ki készül erre leginkább? Ki lehet az, aki nagyon rápörög? Uh-huh. Tehát aki korán hát feküdt. Én, mert azt mondtad, hogy megmutatod azokat a képeket, amit azt mondta Hajdó Péter, hogy sok. Te nyomol. Igen, van egy külön sarkakat a fájlon. Arra nagyon kíváncsi vagyok. Azokat megnézzük. Belebújnál könnyékig egy ilyen sarkakatás mappába? Úristen, egyébként a Janinak hogy nem mernék odaadni egy ilyen, hogy Jani, vidd már a laptopomat, csak csinálja már róla egy biztonsági mentést. Ne aggódj, nem vinném messzire. Egy kis pendrive-ot rádugnak, nagyon sok áthúzogatnál képeket, meg van nálam egy 64 gigás 3.0-ású SD-s érted pillanatot átszívok. Hazamenne, úgy megbüntetné magát, hogy... Na, ki az, aki uborkával a szemén, csemege uborkával... Kicsit mindegy, de azért a csajok biztos, hogy rákészülnek, és szerintem a Roli nagyon készül. Bikini vonal. Szerintem a Roli jó arc, csak uborizálunk. Legyantáztatta a köldökét. A Garaminak az volt a profilképe egyébként utána, nem tudom, másfél évig, amit ott csináltam róla, hogy picit büszke vagyok. Tehát, hogy azért most nem mondjátok már, hogy nem vagyok embertelen. Jó, figyelj! Mert viszont... az STK arra kérte, hogy szeretnék, hogyha ingyen akarja megkapni a szemüvegkeretet, akkor legyen egy fotó. Viszont most jön egy áttörés az életekben, hogy készültem rá, ez lesz a skola slussza a dolognak. Van egy program, ami megmutatja, hogy melyik világsztárra hasonlít, azt nekem fontos a fotózáson, hogy motivált legyek. Itt van a program, már be is kapcsoltam. Balázs, nézzél bele, kérlek. Jó, közelről a kamerába. Nézd bele a blendibe, vedd kézét. Nézd bele, és szólj, amikor... De ne vágjam egy hülye fejet. Normális, nézd bele. De azt, de miért úgy kell? Gyere közel, úgy. Nézd bele szemből, rendesen a kamerába, és készül a fotó. Várjál. De hogy nézel? És a program megmondja, melyik világsztárra hasonlítasz. Aha. Előre nézzél, mert te nyomorult. Úgy. Nyomorult. Figyelj, készül a kép. És tényleg az Angelina Jolie. És most számol a program, és... Az első találat, Brad Pitt! Ennyi! Bocsánat. Itt mutatom. Felhívom a figyelmet a találati arányra, hogy kit is mutat. 8 találat, mind Brad Pitt. Tehát az arc azonosító program Balázst Brad Pitt-tel hozzá összefüggésbe. Hát is néztél ezzel a... Megcsinálom Janiról. De ha nem talál hozzám hasonlót, akkor van egyénisége? Figyelj, neked hozzá Danny DeVito vagy Jason Statham fog kérni. Szerinted a csizmás a kandor volt tojás. Danny DeVito vagy Jason Statham. Igazi szemét, hogy várjál. Vagy a fiatal Charles Bronson. Megnézzük, hogy Janinál is mit hoz ki ez a sztárhasonlító program. Ami Janit fogja most... És mutatná most... Lenin Mauzolamot. Vladimir Ilyich Ulyanovra hasonlítok a legjobban. Egyébként igen. Na gyorsan nyomjatok rá. Nyomom. Vagy gyere, elmondjuk gyere, utána, nézd jó? Nézd bele, várj, gyorsan, nyomom. De ne hülyén, Jani, nézd bele. Menj onnan. Vedd be a fülest. Nézd oda. Mert mik jegére fogsz hasonlítani? Na, gyerekek, gyere. Kicsúszunk az időből. Van ilyen. 3, 2, 1. Elkészült a fotó. Köszönjük, Tibi, szia. Vadon Jani pedig a Star Program szerint
Jake Gyllenhaalra, Vic Chu japán színészre, és David Beckhamre is hasonlít. Ázányos. Egyébként a Vic Chu-ra nagyon hasonlít, azt már láttam reggel, mikor bejöttem, hogy ma olyan Vic Chu-s vagy. Nagyon Vic Chu-nos vagyok. Ma nagyon Vic Chu-s vagy. És egy csipetnyi Nikolás Kécsen. Na jól van, gyerekek, Tibi, nagyon köszönjük, pontosan fél óra múlva találkozunk. Jó? Jó van. És hát természetesen... Ami jár, az jár. Ami jár, az jár. A felkészülés, a fotózás, a zenék. Göki a csőröm, a zenék. Hát ne felejtjétek el, még több bőrt. Így van. Abszolút. Készítsd a katásképeket. Így van. És te se felejtsd el, nem azért fotózol minket, mert tavaly is jó voltál, hanem mert olcsó vagy. Nem azért. Igen. Nem azért fotózol, mert tavaly elégedettek voltunk, hanem mert nincsen más. Hanem mert mindenki pénzt kért. Hanem mert jövőre is ott akasztani a klaszt nyáron. 3-4-10 múlt, pontosan egy perccel jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, Tibi elbeszélte az időt. Hát igen, jó. Csabinál sok játék van, de holnap már nem hagyjuk ki a Best of-ot, mert utálom ezt elhagyni, de most Csabira való tekintettel akkor kivételesen kimarad. De karácsony környékén lesz majd, nem? Bőven. Karácsonykor lesz, de nem szeretem úgy zárni a műsort, hogy a robot nem marad el, de tényleg Csabinál sok játék van, de holnaptól most már vissza kell állnunk, gyerekek, és tegnap sem, ma nem ment le, ez tűrhetetlen. Gyere Csabi, miattad? Fekete pontot adok saját magunknak, mert ez szakmailag nem elfogadható. Csabi, hello, jó reggel. Szevasztok, jó reggel. Most tényleg miattam maradt ki a... Tudom, hogy sok játék van. Pont jókor jöttél, mert az a rész már lecsengett, ami téged nem érdekel annyira a szakmai. Na, mondják, hogy hazajöttetek. Mondják két mondatot, milyen játékok mennek nálad. Klassz, folytatódik a szülinapi zene négy keréken. White Boy ma 60-ban van az első órában. Ebben az esőben azért remélem, vagy az eső ellenére sokan meg fogják látogatni, hiszen Edda jegyek vannak nála. Négy darab Edda jegyet lehet nyerni. Nem, hát nagyon-nagyon sokan pályáznak rá, 40 éves jubileumi koncertje lesz az Eddának, és erre lehet megnyerni a jegyet. Ráadásul aztán óránként lehet a legklasszabb bulikra megnyerni, nem csak a helyszíneken, hanem telefonon is, és hát vannak továbbra is ilyen alapformáló és egészségmegőrző készülékek, az elsőben például több mint 130 ezer forint értékű készüléket lehet megnyerni. Nem kell más tenni, csak figyelni, hűségesen, kitartóan a Klassz FM, mert mindig lesz egy megjelölt dal, annak az előadójával és a címével kell telefonálni. Tök egyszerű, és közben persze zajlik a kívánságműsor is, úgyhogy jó lesz. Hallgattam tegnap délután, akkor éppen havasi jegyeket sorsoltak, mégis Tatabánya környékén voltak. Igen, de van Ákosi jegy, Hooligans jegy, a játékkészítőre, Damien Buliára, úgyhogy tényleg nagyon sok. Piano Guys. Mindenki megtalálja a kedvére valót, úgyhogy lehet menni koncertekre. Így van. Klassz lesz. Jól van, hívjuk a naphallgatóját, és csinálom. Ha mondja, hogy Morning Show, akkor övé az ajándékcsomag, illetve azt hiszem talán, hogy vannak plusz ajándékaink van is, úgyhogy rengeteg minden nyer, ha esetleg nem mondja. Akkor se baj. Na, ez tűzszentés volt? Uh-huh. Akkor egészségedre. Nem, kösz. Morning Show. Hey, hello. Hello. Jó reggel, Sárga, jó helyen vagyunk? Igen, akkor megérte SMS-t írni. Megérte SMS-t írni, igen, azt írtad nekünk, hogy mivel megvertük a finneket, így nem jön majd a Mikulás, ha az oroszokat is megverjük, akkor már a gáz se jön. Hát igen, így van. Óvatosan vele. Óvatosan kell ma a dárdai csapatnak menetelni, de ennek ellenére vállaljuk talán ezt a rizikót, és hát jó lenne. Jó lenne őket megverni. Sok-sok év után. Egyébként, mert hogy 36 éve nem vertük meg őket. Hát igen, aztán volt benne kis Márkusz tészta még annó, ugye? Ez az bejátszott, de most biztos odafigyelnek majd az ebédre. Igen, a 86-ra gondolsz, ugye nyilván? Ott valami eltört a magyar futballban, igen. Oké, Sárga, helyes volt az SMS, amit írtál. Hol hallgatsz minket helyileg? Budapesten. Jól van, van egy szép kis ajándékcsomagod, és van plusz ajándékod, amit a reklámblogban tudsz meghallgatni. És nézd a srácokat este, és szurkolj nekik te is. Jó, hajtsatok, tudom. Nem mi, ő. Átadjuk. Sárga, te beteg vagy, ne haragudj. Hajtsatok, igen. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Hello. Na, fogadni most nem tudunk, ugye? Á, nem, hát azért magunk ellen nem fogadnánk, úgyhogy meg egyébként sem. Na tessék, mindenki egy ígéret, ha nyernek a magyarok, akkor valamit meg kell csinálni. Tessék, ha nyernek a magyarok, tőlem egy reggel, tőled. Okay. Mi van? Hát, hogy ha nyerünk, akkor mindenki egyet vállal. Ha nyerünk, akkor én büszke leszek. Jaj, ne legyél már ilyen puding, tessék, most egyet. De én hozok egy reggelit. De a reggelit nem te hozod, a Lacit fogod elzavarni megint boltba. Nem, most én saját kezűleg hozok nektek egy reggelit. Ez jó, az én vállalásom. Ha a magyarok nyernek, ha nyernek, akkor mondj valamit, hogy te mit válasz, te mit. Valami apró, gyorsan, hogy először eszembe jut. Te hozol reggelit, tudod mit, én nem hozok, jó?
Na. Aha. Akkor ébresztő. Én elnézem neked, hogy nem fogsz hozni. Nem, tessék, tessék valamit vállalni, gyorsan. Sikely, jó, oké. Igen? Akkor én is hozok egy reggel. Ne, de ne, ne akkor ebédet. Jó, ebédet. De, elmi, de miért, elvisz a cukrászába, hozol mindenkinek egy sütét. Most ilyen banális dolgokra gondolok. Mindenki jó. Vállal egy dolgot. Jó? Jó. És aztán eldönthetjük, hogy a három közül ki csinálja meg, amit vállal. Jó, jó, én hozzám okay. A reggelid mellé az édességet. Maradjunk jó. Ennyibe. Ha nyer a magyar igen? Válogatott, akkor egy héten keresztül bármikor éjjel-nappal felhívhatsz, hogy az alfámmal menjek és mentsem ki az angol autódat. Jó, tessék. Jó, bármikor hívhatsz. Jöttél volna, amikor bika kábel kell. Hát abba, nem volt fogadás. Csabi? Én mindenkinek lejátszom a kedvenc dalát. Ötlettelenek legyetek, te vagy az élemmelek is. Unalmasak, hogy mindenki kedvenc dalár. Úristen, na jó van. Csabi jön a kívánságműsorról 550. Figyelj, ha nyernek a magyarok a következő meccsre, kiviszem a családomat. Tessék. De bármilyen meccs? Vagy nem, a következő válogatott. Nem, a következő válogatott. Amire küld az MLS. Igen, egy MPK Fradi. Igen. Jó, következő meccsen ott vagy. Jól van. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.